Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Megérkezett Jason Statham. Nagyon jó, ki az? Ezt most elsősorban nem Zimány Lindának mondtam. Jó? Tehát... Nem tudod, ki az a Jason Statham? Most eszembe jutott, ő a szállítóban volt, ugye? Ő volt a szállító. A szállító az nem az, amiben az Osváth Andi játszott egy ilyen fekete rövidhajú pasival? De az a sorozat a szállító. Nem. Most mindig majd bajba keverik. A szállító, amikor... nem a szállító. Az egy mozifilm volt, mozifilm abban a Jason volt. Volt első, második, azt hiszem a harmadik része. Egy nagy fekete autóval el kellett vigyen valamit valahová. Körülbelül ennyi. Mondjuk fura, hogy az elmúlt 10 évből egy mozifilm menteképpen vagy, mert utoljára mondtad, hogy a kincs, ami nincset láttad moziban. De hát, ezzel kicsit megleptél, hogy rámondtad, hogy a szállító Jason Statham, mert az egy nem is annyira régi film. Mert elmesélték valakivel beszéltünk, hogy jön a Statham, és én kérdeztem, hogy az ki, és ő erre ő mondta, hogy a szállított valamit. Egy kopasz kigyúrt, nagyon jó képű. A Haps is ő tovább meg, állítólag ő még a Jude Law-nál is értékesebb trófea. Igen? Ha érted, mire gondolok. Ha érted, Linda. Mire gondolok. Igen, Linda, irány az akció, tessék fölkelni és levadászni. Szóval itt van Jason Statham, de nem is ez a lényeg, hanem hogy egy konditeremben látták őt hétvégén. Nem lehet. Hát ha én világsztár lennék, akkor biztos, hogy olyan szállást kérek magamnak, ahol van sauna, jacuzzi, meg ilyen gyúróhely. Állítólag ugyanott lakik, mint Jude Law, ugye? Tehát ők egy helyen laknak, és egy budai konditerembe ment ő ki edzeni, nagyon mogorván, napszemüvegbe, tehát tökéletesen az ellentéte Jude Law-nak, de nem baj, majd Linda megpújítja, és unott volt, rossz kedvű volt, beült egy lesötétített limóba, vagy valami autóba, Mercedesbe, nem tudom, és elment edzeni, de hogy nyilvános helyre jár kondizni, hát nem... Na, ez az. Nem a szállodában kondizol? Hát milyen szállodában laknak ezek? Ott nincs konditerem? Egyedülment testőr nélkül, azt nem írja a újság. Egyedülment, valaki kísérte. Aha. Ez mekkora ellentmondás, nem egy mondaton belül. Igen, egyedülmente valaki. Egyedülmente valaki kísérte. És egy testőr kíséretében, fekete napszövegben hagyta el a fitness termet, majd mosoly és szó nélkül beszállt a fekete luxus autójába. Hát ezek a fiúk valami jó helyen laknak. Hát ha most bármelyik hotelbe bekopogtasz, egy jobba, 4 csillag fölött van konditerem. Hát amikor csak országot járunk, Janit hol találjuk? A konditeremben. Vagy vár, vagy konditerem. Igen. De mindenhol, tehát egy 4 csillagosban van, ők nyilván 5-ben laknak. Igen. Most milyen lehet, amikor Jason Statham egyébként kondizik? Tehát gondolom nem olyan, mint sokan mások, hogy mi köldökig felhúzott kék fehércsikos melegítőnadrág, nagyon átízott póló, bár miért ne? Hát egy konditeremben nyilván mindenki ugyanúgy edz. Izzadsz, büdös vagy, folyik rólad a víz, nem? De már nem is magyaráztad, hogy én miért nem járok. Egyszer voltam egyébként néhány évvel ezelőtt. De mit se eltévedtél? Vagy tévesen... írták a meghívódra a Mangalica Fesztivált, és bementél a konditeremre, hogy mit csinál? Elvesztettél egy fogadást, vagy mi volt? Nem, akkor kíváncsi voltam rá, hogy működik ez a dolog, de nagyon nem kapott el, de arra elég volt az idő, egy-két óráig szenvedtem ott, hogy ezeket, amit most pont te elmondtál, azokat így nagyon szépen meg lehet különböztetni, ezeket az arcokat, akik vannak, tehát a kinyúlt melegítős tök, mindegy, hogy fölhúzom teljesen, középen az acsit ketté vágja a tevepata. Azt nagyon szeretem. Meg a női tevepatát kicsit jobban. De. Még igen, de férfiben is van ilyen. Van. És áll a tükör előtt, és csókolgatta a csávó ezért a bicepszét. Nem hitted el, hogy lenyomott egy ilyen 8-as szériát. Te ott álltál a kis ugrálóköteleddel, hogy mindjárt... Ugrálóköteleddel, ezt nem merték ide adni. Mindjárt megcsinálsz egy hármat egymás után gyorsan, ráfeküdtél a fekvenyomópadra, csak rajtad maradt a rúd. Ő egy 8-as szériát csinált egy olyan súlyjal, amit én elképzelni nem tudok, hogy ezt hol lehet fölemelni, ezt egy kézen nyomta, és utána odaállt, és ment. És megpuszítta az itt van. Igen, hogy nőtt. De én is voltam, hát nem mondom, hogy sokat konditeremben, de pont ugyanebből lett elegem. Tehát a különböző kategóriák vannak tényleg. Tehát van az önimádó, aki úgy áll a tükör előtt, és minden egyes gyakorlatot a tükör előtt csinál. Teljesen felfoghatatlan. Van az ordító, aki úgy csinálja a gyakorlatokat, hogy közben kicsit ráordít. Van a büdös, igen, hát az aki olyan büdös, hogy tudod, hogy tehát könnybe lábad a szemed mellette, bármilyen feladatot csinálsz. És nekem a negyedik kedvencem van a mezitláb edző. Mindenki normális edzőcipőben, melegítőnadrágban, és vannak a konditeremben néhányak olyanok, akik ingerenciát éreznek, hogy mezitláb legyenek. De ez miért jó? Nem kapaszkodik. Tudom. Tessék? Kapaszkodik. Igen. A kis varjú, a varjú ujjaival megkapaszkodik. Nem tudom, biciklis, feszülős biciklis nadrág, ujjatlan póló, és mezitláb. Ennek van még egy nagyon alantas formája, amikor csak zokniba, fehér pamut zokniba. Várjad, és ráteszi a lábát valamilyen súlyra, tudod, és ott marad a lábnyom. Mert annyira izzad a lába.
ezeket így, de ebből lett elegem, ezeket így nem nagyon. Nekem nagyon volt értem. Még, ezek megvoltak, de nekem volt még a segítőkész, azt nem tudom, hogy te találkoztál-e vele, aki egyébként jó fej, meg rendes, mert látja, hogy én nem vagyok oda való. Az ugye első látásra is kiderül. Bemész, és akkor én próbáltam keresni valamit, amit ismerek, vagy egy ilyen biciklit, vagy szobabiciklit, azt mondom, azt talán besérül. Sok idegen gép között, ezt ismerem, arra sem merek neki, ezt sem tudom, hogy ez micsoda. A szobabicikli ismerős volt? Ő ismerős volt, oda mentem, hogy akkor elkezdek szobabiciklizni, és a csávó így kiszúrt magának, látta, hogy se teste akadma, se semmiben, nyilván nem ők odavaló, odajött, és azt mondja, na, milyen, először! És így üvöltött. Én mondom, igen, de hogy hallok, tehát nem kell. Jaj, hát tudod, itt haverok vagyunk mindannyian, tes, na, figyelj, mondom a tutit. És nem mondtál neki, hogy tesó, süket vagy, vagy félsz? Kérlek szépen, neki. Csak ne halázd meg azzal, hogy ordítasz. Mindenki minket néz. Igen, és tudom, így is elég kellemetlen a dolog. Nekem ez önmagában cikk, hogy én ide bejöttem, hagyjuk, majd valamit kitalálok. Nem úgy van az, figyelj! Bemelegítettél? Nem, mit tudom, mit kell, fölülök a bringára, majd az a... Az nem jó! Na, gyere! Fia, Sanyika! És elkezd üvölteni. A Sanyika, vagy ilyen szertáros volt, ilyen pultos fiú, az már így fogta a fejét, mert nyilván ez nem az első eset volt. Sanyika, hozzad a izét a gumik... Egy ilyen gumikötelet kellett. Gumikötél, az a lehet csinálni különböző gyakorlatokat, igen. Nem ugrálni kell, hanem valahova fölakasztottuk. És akkor kitörést csinálsz, igen. Kitörést. Igen. Na, az, ezt mondta ő is, csak már nem emlékeztem, ez volt az a szó. Mondta, na, érzed, nem, hogy húzódik. Fia, gyere már, izé, gyereket nyomjuk már egy kicsit, érezze meg, hogy mondom, nehogy rám üljetek már. Tudom, és állsz, nagyon zavarva vagy, már mindenki téged néz, mindenkinek 46-os karja van, 83-as vádlia, 120-ányon fekve, te ott álltál a kis mackonadrágodban. Így van, mert ugye elsőre nem veszünk szettet magunknak, hiszen persze. Jó az, ami van. Nem még, tudod, hogy tetszik-e majd. Persze, 87-ből megmaradt még a meleg, így abban én elmentem, vérciki volt. Én annyira égtem, és akkor ez a csávó pedig ott továbbra is nyomta a dolgot. Ami, és jött a még megalázóbb, mert utána rájöttem, hogy van ez a ellipszis tréner, ugye? Ami fölállsz, a lábad is mozog, meg a kezed is így mozog, van. Igen. Olyan, mintha sífutná. Ellipszis tréner, és azt is éreztem, hogy az az enyém. Az az én sportom, mert ott nyugiban, az az egyik sarokban volt, nyugiban lehet csinálni. Arra rámentem, és egy 10 percet bírtam rajta, és két... Utána el is indultál? Utána meg... Mondták, hogy Feri, várja, indítsd el! De az nem jó, hogy csak állsz rajta, nyomd meg valamit, és akkor kezdj el mozogni. Tehát, igen. De a még cikibb, mert ez a sanyikázós csávó is nagyon ciki volt, hogy odajött két olyan bombanő, akik látszik, hogy a napjuk egy részét ott tudom, tölték. Az meg aztán végképp frusztráló. Megállnak tudom, és belenyom a fekvenyomópadba, igen. De én álltam ezen a elliptikus tréneren, és odaállt szembe a két se egy karbafont kézzel, amivel megemelték az egyébként is jó minőségű ikreket, a két pár, és így néztek. Hát az se tudott hova búj, és akkor mondtam, hogy Most kell megmutatnom. Igen, nyomod, nagyon keményben, és kérdezem, nem, rosszul csinálok valamit? Nem, csak nézzük. Nagyon rosszul, másrészt megjönnénk. Igen, jó. És akkor így szépen lesétálsz. Hát így megálltam. Kínulázod a gépet, hogy ne lássák, hogy mennyit mentél. Igen. Na nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink. Tényleg nagyon jók. Nagy Dumás Dagi, a minden konditermen előforduló Nagy Dumás Dagi írja egy hallgató, aki látszik, hogy a zokni húzástól is kidöglik, ezért 2 órát dumál a pultnál, megiszi közben 5 csoki szálkásítós sékkel. Visszajönnek a régi konditeres élmények, tényleg vannak ezek a sékek, mindenféle fehérje porol, szálkásító. Megiszik 5 csoki szálkásító sékkel, végül távozik és dicsekszik, hogy ma is a teremben kezdte. Mondjuk ez nagyon jó. Én ezt a csokiségig nagyon nem jutottam el, de ezért lehetnék. Minden pultnál ugye a gyümölcsékek, saláták, ilyen turmixok, hát ez minden normális konditerem van, 600 féle most már. De az 5 csokis szálkásítósék az nagyon beütött. Nálunk egy fegyverkereskedő edzett, aki mindig hangosan bonyolította a bizniszt, mindenki hülyének nézte, hogy csak gurít, aztán leültették 8 évre. Imádom. A csokis szálkásító sékívó és a fegyverkereskedő. Pont ezekre a típusokra gondoltam. Nagyon jó. És megvan a pillanat, amikor kiderül, hogy a ott ültök, akin röhögtetek mint én 2 évig, hogy nyilván ne nézze, hogy ilyen nyilván fegyverkereskedő. Igen, és 8 évre bemegy. Nagyon nagy. 3 évig jártam, a nagyon idegesítő típus az öltözőben direkt mesztelenkedő, tényleg, az összes megvan. Utálom. Direkt mesztelenkedő, egyszer ott húztam át a kis ruhámat, és egy csávó leült előttem egy szál pöcsben telefonálni a padra. Nem zavartatta magát. Írja nekünk Ati. Jó, nézzük, van, aki típusokra szedte. 1. Sportkrémes, az egész terem bűzlik a sportkrémtől. 2. Legós, óriási dumák vannak. Legós, semmelyik gép nem jó úgy, ahogy van, külön gépet épít. Tényleg így van, elkezd hordja, mint a hangya, megy, építkezik. 3. Önimádó tükörbenézős,
4. A legjobb arc mindenkivel jobban van, de mindenki utálja, egy héten kétszer edz, majd 2 óra beszéd, 1/2 óra edzés. 5. Súlydobáló, kis súlyjal dolgozik, azt is dobálja, 6. Normál edző. Gyerekek, hát tökéletes. De tényleg tökéletes. Nagyon szép. Hát srácok, ha így felvázoltátok, életemben nem fogok konditeremben menni, nem voltam még, de szerintem semmit nem vesztettem, maradok az úszásnál. Puszi, Laura. De ne, Laura, próbáld ki, pont ez a jó benne, vagy ez is jó benne, nyilván a sport a fontos, meg a testépítés, aki ezt szereti, de hogy pont ezt imádod. Igen, nagyon nagy fazonok vannak. Konditermi párbeszéd, körülbelül 2003-ban. Te! Nagyon jó melót találtam! Na, mit? Falbontásba megy! Na, itt kezdtem sejteni, hogy ez nem az én helyem. Miért? Az is fizikai, ott is erősödik. Aranyköpések egy pécsi konditeremből. Te, kinyithatnánk az ablakot, mert se levegő, nincsen se más, és nagyon meleg is van. Értetlen tekintetek után a válasz. Kinyithatjuk, de akkor most edzeni jöttél, vagy levegőzni? Nagyon jó. Kedvencem a kisajátítós konditerem átrendezős. Ez a súly kell, kérdezi, majd a szájába veszi, és vihogva elszalad. Írja egy hallgató. Paksi konditerem, a teklegényei sikítoznak, mint a kislányok, a rózsaszín és bugyikék cica nacikban. Nem már. Ezt Tibibák küldte neki. Tekes legények, nem ilyenek. Igen. Azt a típust ismeritek, aki két alkalom után Schwarzeneggernek érzi magát, és két láthatatlan dinnyét hord a hóna alatt? Abszolút megvan. Igen. Bárány Attilával edzettem, ő is üvöltözik, de ez nála szakmai ártalom. Írja egy hallgató. És most mit mondom? Kezeket? Nem látom a kezeket. Az öt csokisség és a fegyverkereskedő. Az a minden twint eddig. Fuchsban edző. Igen, bement a jacuzziba és úszott a Fuchs a vízen. Ezt ismerem, ezt a típust. Igen. Nagyon vastag arany. Nagyon vastag arany és lebeg a víz felszínén. Láttam ilyet csak a Szecskába. Széchenyi fürdő. Azért, mert nagyon erősen van állítva, gonosz vagy, nagyon erősen van állítva, jacuzzi és földobja a kiló aranyat. Volt egy haverom, aki az öltözőben megevett egy szál kolbászt és rátolta a kreatin tablettákat. Az önmagától széteső, a magánéletét kitárgyaló, a minden gyakorlat után mélázó típusú nőcik. Nőről kevesebb típus tudok mondani. Vannak különböző kategóriák nőknél? Ezek szerint nem tudom, én csak a két bombázóra emlékszem, de ő rájuk nagyon, akik engem leparancsoltak a elitisztőt. Mondjuk ők egy életre megaláztak téged. Egy életre, de azért jó volt. Igen. Az eleje. Te is itt előtt csoki szálkásítós sűrűséget. Nem tudtam, hogy van. Hát ha szól valaki, hogy lehet ilyet. Hát a franc meg föl a gépre. 3 szálkásítóséget, legyetek szívesek. 2 csokis, 1 vanília. Ha tudom, hogy ilyen van. Miért kell leszólni a kondisokat? Vannak normális kondisok is. Írja nekünk egy hallgató. Elmondtuk a 6. vagy 7. kategóriát. A normálisan, visszafogottan, csupán az edzés miatt lemenők, ugye? Akik nem vetítenek, nem vakítanak, csak edzenek. Csak ez is egy kategória. Csak az egészséges testudat miatt. De aki jár az edzőterembe, az tudja, hogy azért ezek a kategóriák tényleg léteznek. És az van, amit meséltetek egyszer, a Schwarzenegger mondtátok ezt az izomtudatot, vagy mit? Izomtudat edzőtárs. Az, hát a legfontosabb. Tesó, hát most ha edzeni menjünk, akkor nem bolckodjunk. Izomtudat edzőtárs. De miket mondtál magadnak? Ezeket. Ezt izomtudat edzőtárs. Izomtudat edzőtárs. Mert itt én is két szálkásítőséget dumáltam a csajokkal a pultba, és bentek, nem az én világom. Nem szerettem. Izomtudat edzőtárs. Ezt a Schwarzi mondta még egyébként. Igen, azt mondtam, hogy Janival beszéltük annak idején, és akkor ő dobta be, hogy ilyen mindenkinek. Egyébként van ez nagy igazság. Tehát, hogyha oda koncentrálsz az adott izomra, az nagy kondisok mondták, és érzed, ahogy dolgozik, azaz 30%-ban elő tudod segíteni a növekedést. Na ne. Plusz, ha van egy jó edzőtársad, akivel a maximumot hozzátok ki egymásból, az tényleg segít. Izomtudat edzőtárs. Ezt mindenkinek tudni kell. Persze. Na jól van. Még Zsú írt egy nagyon jót, és ezzel zárjuk, hogy milyenek a csajok, mert ugye arról kevesebbet beszéltünk. Kondi után az zuhanyban egy csajszi mellettem borotvával simán lehúzta a fazonszőrt. Hát azért mi? Az is szép. A gyerekek, víz van, leviszi. Folyik a meleg víz, borotva van. Mi baj lehet? 6 óra 50 perc. Még egy korsóval. Szevasztok! Adtuk, hogy buli lesz. Adtuk, hogy buli lesz. Nem viccelünk. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Szörnyű ez a forgalom, hogy én nagy dugóba kerül az ember, és nem érve időbe, hogy komolyan mondom, hogy mik vannak, hogy időben elindul, és... A terelés, ugye? És elterelik, én. Átterelik, egy másik hídra terelik, hát hihetetlen. Már szóval, meg a Győr felé, hogy jönnök kellett. Hát így ráadásul, még ugye. Csoda, hogy itt vagy. Hát... Yeah.
Elképesztő. Megáradt a Duna, én nem tudtam át. Ugye? Nem hát át. Arról nem is beszélve, ráadásul leszakadt a Margit híd, hát olyan Jézus. Dolgok történtek, tűz volt a körúton, hát figyelj. Rám esett egy villamos, csoda, hogy ki tudtam jönni alól. Látod? Hát nézd meg, hát csoda, hogy meg tudtunk szólalni. Na de itt vagyunk ám, hello mindenkinek, gyerekek, Bazsik kicsit elnézte az órát, valahogy még az óraátállítással vannak bajok, illetve az óra ismeretével 5 óra 52-kor tudta megriadni. Szerintem pont elég. Igen. Pont jó. Úgyhogy mindenkitől elnézést, de itt vagyunk, drága hallgatóink. Igen, hát van ez így. Valahogy nem, csupán egy ilyen kis kulisszatitok, azt hittem, hogy a Vikivel együtt jövünk reggel, mert hogy ugye van, amikor Viki szerkeszti a napot. És este még eszembe jutott félállomba, hogy nem állítottam órát, mondom, se baj, hát a Viki úgyis kell, akkor rám szól. 5 óra 52-kor tudom, amikor derékszögbe fölülsz, hogy világos van. Ó, hát mondom, itt valami nem simmel, de mondom, biztos a Viki már készülődik, és mindjárt jön ébreszteni, ránézek, és ott alszik mellettem, nagyon vidáman. És de megharagudtál rá, mi is oda felelőtte? Hát felsekeltesz! Hát nem szólsz! Órára ránéz, mondom, hát egy kicsi esély, hát egy kicsi esély, mondjuk 6 óra 32, mert akkor még beérek. Vagy 5 óra, valami. Nem, 5 óra 52. Hát mondom, akkor vicces hangulatú SMS Ferinek, Lacinak. Úgyhogy ez az oka, drága hallgatók, de itt vagyunk. Tényleg, ne haragudjatok. Hogy állunk játéka? Nagyon jó. Nagyon jól? Nagyon jó, szerintem 3-1. 3-1. Nem? Nem 2-2. Ohó! Jaj, hát húsvétra visszakaptuk a Gyuszit. Kit érdekel, hogy állunk a játékkal? Hát kit érdekel, hogy hol van a Csilla, mikor itt van a Zsuzsi? Azonnal vegyük le ezt a list, vagy mi ez. Szóval, hogy nem 2-2 van te véletlenül? Hogy állunk játékkal? Ne, tegnap, a tegnapi játékosunk annyira passzív volt, hogy elvettük tőle a pontot. Igen, én nyertem egyet. Te visszahoztad magad. És vesztettem egyet hétfőn. Hétfőn, és Jani nyert kedden. Igen? Mert akkor 3-1. Hát akkor, akkor jó. Vagy Jani se nyert? Akkor jó, nem tudom. Indítsuk el, aztán közben megfejtjük. Jó, már is itt van az utolsó játékosunk a héten. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Gyerekek, a Juli tényleg beírta nekünk, hogy 2-1. 3-1. Jó, 3-1. A 3-1, jó, azért, mert 2-1 az matematikailag nem lehet. Szóval, hogy 3-1, hát akkor mindegy. Ennyi. Meg vagyunk. Erce. Na, de azért meghallgatjuk ki játékos. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Hello, Laci. Hello. Laci, így van. Laci, sziasztok, honnan hívsz minket? Hello, jó reggelt. Dobozról, Békés megyére. Dobozról. Jaj, de jó hely az te. Nekem van ott ismerős. Igen, kik ismert innen? Már nem emlékszem rá. Már nem emlékszem rá. Józsik, olyan nagy TV. Figyelj, Laci, kivel szeretné játszani? Én a Ferivel. Hát egy alföldivel. Persze. Ez a beszéd. Mehetünk? Ja. Mehetünk. Akkor 3, 2, 1, tessék! Igaz, hogy te hentes vagy, Laci? Így igaz, én az vagyok. Nagyon helyes. Eladtad az összes sonkát? Ó, hát olyan sok sonkát adtam most én az idén, nagyon sokat. Tényleg? Dübörgött a biznisz? Nagyon ment, nagyon ment. Kötözöttet? Kötözöttet. Lapockát? Hát parasztlapocka, parasztsonka. Melyik hát, az, amit a legjobban visznek? A kötözöttet, a kötözöttet nagyon. Szeretik. Aha. Azt nagyon szeretik. Te és is azt hogy? Figyelek? Mondjad, azt akartam kérdezni, a te ételmed hogyan megy? Jól megy? Nagyon jó, gyere el egyszer. Mindenki milyen jellegű? Ellen. Milyen jellegű? Hazai jellegű, házias jellegű. Házias? Azt ez ilyen alföldi? Alföldi is van benne. Alföldi. Szereted az ez ilyen parasztos, hát így lehet mondani. Ilyen parasztos. Hogy van-e parasztsonka, azt kérdezed? Hát ugye, hogy mondjam neked? Hogy van parasztsonka, azt kérdezed? Hát akár az is, de azt akartam mondani, hogy ilyen falubeli. Micsoda játék! A hét legjobb játéka. Egyébként igen. Azt a minden ide jó játszottatok. Mert alföldi és hentes, és van neki kollégája, aki üvölt. Így van, ez úgy hívják a földököm. Várja, arra én is tudok válaszolni, várja. Válaszoljon valamit? Válaszoljon! Jó, az előbb annyira tarzanos volt, azt hittem, hogy tud válaszolni. Jó, nagyon nagy játék volt, Laci, gratulálom. Ügyes vagy.
Nyertél, megvan az ajándék. Ó, nagyon szépen, köszönöm. Figyelj, kihúztuk az egy percet, ütöttük, vertük egymást, nagyon jó. Na figyelj, így alföld az alföldi, tudod. Így is van, és nem bírtunk magunkkal. Nem, kettőre hoztuk a hetet, de neked viszont megvan az ajándékcsomag. Nagyon szépen, Lacikám, köszi. További szép napot nektek. Köszi, neked is kellemes húsvétot, vigyázz magadra, ciao. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Hello. 4 perc, pontosan 7 óra, Szújó Macit hívjuk a hírek után. De drága kis Szújó Macinkat, hiszen már megy a pénteki időmérő, hétvégén ugye futam van, úgyhogy felhívjuk a drága kis Szújó Macit, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet a Forma 1-jel, mi történik most, mi van ott. Vagy mi lesz. Vagy mi lesz. Valami biztos lesz. Szóval Szújó Zolival jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, hello Feri. Hello. Jani nincs, még mindig Szabin van. A lelkem nyaral valahol éppen Balaton környékén, északi park, déli park, várak, kastélyok, romok, sajtok, trüffelek és lúdlábak között. Várak, kastélyok, sajtok. Nagyjából tulajdonképpen kipipáltuk. Úgyhogy Jani nincs, kedden már se van, lesz. Kedden se lesz. Azt mondta, hogy fáját. Meg akar úszni egy kasza keddet. Megértem. Igen, hétfőn visszajönnek, de hogy egy napot még kér, és akkor szerdán jön majd újra. Azt a mindenit neki, hogy elszemtelenedett ez a János. Nagy Szabi gyerekek. Nagy az egy hét. Igen. Na nézzük, miket írnak nekünk a hallgatói, még nem foglalkoztunk veletek, de nincs ám elfelejtve a dolog, az SMS falat látjuk, rengeteg közlekedési hírünk van. Úgyhogy mondok is egy-kettőt. M1 Győr után Pest felé baleset, több kilométeres a sor. Robotos Bandi üzente nekünk. A reggeli ébredésnél az a jobb, amikor a múltkor felriadtam felöltöztem, és közben rájöttem, hogy nem is dolgozom aznap, amikor visszafeküdtem, már majdnem elaludtam, jön a párom, és kelteget, hogy elkéstél a melóból. Kiderült, hogy ő is elnézte, mikor dolgozom. Igen, vannak ezek a nagy elnézések reggel, viszont az meg mennyire jó, amikor felriadt, pillanatra elkezdesz kapkodni, és aztán hirtelen rájössz, hogy nem, a szombat van, és egy ilyen mindenen szétáradó nyugalommal fekszel vissza. Még, nem? Még a régi, azt de tudom szeretni. A régi rádióban dolgoztunk, én egyszer bementem szombaton, illetve az ajtóig, és mondom, miért senki nincs az utcán, mi az Isten van, aztán vagy szombat, vagy vasárnap volt, vagy valami ilyen ünnep. És én abban voltam, hogy menni kell melózni, és tudod, fogmosol, megfürdez, és felöltözővel, lemér, kocsi. Oda mondom, olyan kevesen. Olyan na, fura. Bemegyek, és a portás megy nézni, mondom, ne haragudj, mi a baj? Hát csak, hogy hétvége van. Igen, és akkor viszont már visszaalvás esélytelen. De, hazamész, azért vissza lehet. Vissza lehet? Persze. De tudom szeretni, mikor is fölriadok, és rájuk, hogy szombat van. Budakeszi úton egy öreg Lada Samara hölgy leállt, 25 év körüli Lilium Tipro tulajdonosa szereli az út szélén. Vigyázzunk a párra. Ezt István küldte nekünk, köszönjük szépen. Trafi Pest irányából érkezőknek a Martonvásár táblánál a 70-esen. Martoni küldte nekünk. M1-es 102-es 107-es kilométer között áll a forgalom, üzeni Marges. És 10 kilométeres a dugó, azt is írja valaki. Budapest felé a 102-es kilométernél már pályazár van, viszont rendőrök nincsenek még sehol, aki tud térje le a 110-es kilométer előtt. Aha. Ez az M1-esre vonatkozik. És kizárta le, ha nincsenek ott. Hát ez az. Lehet, hogy maga a baleset. Lehet, hogy maga a baleset, és még rendőrök sehol nincsenek, úgyhogy az M1-esen hatalmas dugó van. Péntek utolsó munkanap, fizetés, a kedvesem jön haza Szegedről, hogy együtt töltsük a hosszú hétvégét, locsolkodás, sok a tojás, csokoládé, kocintás, barátok. Egy hétfő, amin nem dolgozom, de kifizetik. Hát mosolyogva így? Bekapcsolom a rádiót, erre kiderül, hogy tegnap van, írja Bali. Bocs. Igen, egy ideig tegnap volt, de most már ma van. Itt vagyunk. Igen, valahogy ez a péntek mindig jobb, amikor tudja az ember, hogy kicsit a hétfő is lelóg. Nem? Bizonyám. És most jönnek egymás után. Hát jövő hét után május. Ott van egy. Nem, várja, de. De ott van egy május egy. Az 4 nap. Igen. Mert ugye csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Jön egy pünkösd majd. Az júni. Az igen, hát. Mert, de jó lesz. Szépen, jó lesz. Azért most így jövögetnek. És mi is megyegetünk. Ajaj. Mert a második turnécskára. Turnécska lesz, gyerekek. Lassan szerintem majd egyszer csak elmondjuk, hogy hova, mikor. De még nem biztos. Jó? Tehát készüljetek. Lehet, hogy ma halljátok, de nem biztos. De az is lehet, hogy igen. Vagy igen. De az is lehet, hogy nem. Na, Szújó Macit hívjuk, mert hogy zajlik a szabad edzés. Már látható egyébként, ha én most átkapcsolok? Vagy átkapcsolni? Mert sosem tudom, hogy melyikkel kell kapcsolni. Időeltolódás van. Zajlik valami már, nem? Most megy. Azt tudom, hogy holnap reggel 8 órakor van a... De nem, hát szabad edzés még általában nem mutatnak. Az időmérőt mutatják reggel. Igen. Vagy délután. Igen.
Első szabadedzés 4-től 5.30-ig, második szabadedzés 8-tól 9.30-ig. Na. Ez még a péntek. Holnap van még egy szabadedzés, és utána holnap van az időmérő, majd vasárnap van a verseny. Ha valamelyik sportcsatornán biztos van, ha ennyire kíváncsi vagy rá, hogy ezek mit köröznek Kínában. Kínában vannak? Aha. Ezzel sokat segítettél. Kínai nagy díj van. Igen? Én azt gondolom, hogy mint ahogy a magyar nagy díj a Hungaroringen van Budapest mellett, úgy a kínai nagy díj szerintem csak Kínában lehet. Nagyon jó, nagyon jó. Vagy Shanghai vagy Peking? Shanghai, ha jól emlékszem. Peking, de vagy szerintem Peking. Shanghai. Na mindjárt megmondja a szaki, mert itt is van velünk Szujó Maci, hello! Jó reggel, befelkészültek vagytok ma reggel. Sziasztok! Hajaj! Tudtad volna, hánykor indult a műsor? Akkor mi? Ja. Na, az a fél óráskát csippentettünk csak le, mert kicsit Bazsi megálmosodott reggel. Jár ez mindenkinek, de Jani nagyon tud élni gyerekek. Na most mit szólsz hozzá? Képzeld el! Egy hét. Kipattintunk egy hetet. Az bizony, igen. A férfi, aki még sose volt egy hétig szabadságon, de tényleg soha. Ennek egyetlen egyebben nem örül Virág, aki egy túrabakacsban romok között fürkészel. És könyörök, hogy apa, csak egy játszóház, vagy apa, csak egy vízpart, de nem, itt teljesítménytúra van. És ráadásul ugye az volt, hogy a Virág már tudta, hogy neki lesz ez a húsvéti szabadsága, tehát a tavaszi szünet, és ő készült rá, mert nem tudta, hogy apucabin lesz. Igen. Tehát ez meglepetés volt a Jánostól, állítólag nem örül. Állítottak, a kislány nem annyira boldog, de most túráznak valahol. Képzeld, Szabi, egy hét, úgyhogy megint nagyon megérdemli egyébként. Régen meg, volt. Persze, abszolút, persze. Abszolút. Mindenkinek jár el az ébes egy kicsit néha. Na, mi újság van a háromszögben vagy ott, lehet, hogy elmegy a térerő, de mindjárt átmegyek ezen a részen, és jó lesz. Hallottok most engem? Igen. Igen, de hol vagy, nincs lefedettség a közszolgálatinál, vagy mi van? Az egyik folyosó árnyékolva van. Vagy leárnyékoltátok a folyosót, hogy ne tudjanak benneteket lehallgatni, vagy mi történt? Még úton vagyok befelé, de nem Shanghaiban vagyok, válaszolva a kérdésetekre, Shanghai a pálya helye, és nem Peking. De ezt jól tudtátok, meg jól emlékeztél rá, Balázs. Kösz, igen, kivetelesen ezt jól mondtam, igen. Igen. Az első szabadedzés már le is ment, és 6 órával vannak ők előttünk, majd 8 órakor kezdődik magyar idő szerint a második. Azt megyek be, azt igyekszem éppen majd kommentálni Weber Gabival. És az elsőt Fernando Alonso megnyerte. Ó, hát ez, te mi, nem indultak a Red Bullok, vagy a Mercik, vagy mi történt? Hamiltonnak volt egy kis gond a Mercivel, ő éppen csak beszélt a top 10-ben, szerintem a 8. lett, Vettel 9. Rosberg azért oda vett a második helyre, tehát nincs olyan nagy baj, de hogy ne legyen teljesen kerek a Ferrari-sok öröm, mert Räikkönen nulla kör teljesített komoly műszaki problémát. Nem, mert nem volt kedve kimenni a boxból, hagyjuk békén. Az olasz autókat semmi bajuk nincsen, ő kérlek szépen tegnap este vodkát fogyasztott szokása szerint, és túlítja magát, ezért pihen. Vagy várt a trélert. Így is beszél egy igazi Ferrari és olasz autóra. Ezek az emberek még mindig tudnak autót rajzolni. Igen. Ami mostanában nem megy annyira jól. Kíváncsi vagyok, ez a Ferrari bomba, ez mikor robban, mert hogy itt most ugye leváltották a csapatfőnököt, aztán most közben valaki más lett, aztán azt sértik, hogy miért Alonso nem reagált túl hevesen, hogy ez előbb-utóbb itt robbanni fog, nem? Hát úgy hívják az embert, hogy Marco Mattiacci, és nagy kérdés bennem is, hogy elkezdjük-e tanulgatni ezt a nevet, mint a Ferrari új csapatfőnökét, vagy néhány verseny után majd más érkezik. Figyeljetek, egy Forma 1-es csapatot helyes irányba állítani az alaphangon is 3 év. Tehát, hogyha itt meg kell változtatni struktúrákat, meg rendszereket, meg beidegződéseket, az legalább 3 év. Az igaz, hogy az előző főnököt Alonso túrta ki, hogy neki volt vele baja? Azt mondja, hogy nem, de hát ezt majd néhány év múlva fogjuk megtudni. Figyeljetek, én hajlamos vagyok az összeesküvés elméletek gyártogatására, mert ettől is szép a Forma 1. Nem lehet, hogy Alonso azt mondta régi barátjának, harcostársának és egyébként menedzserének, egy bizonyos Flávio Briatórinak, hogy figyelj Flávio, tartozom én neked annyival, hogy összehozok egy Ferrari csapatfőnöki állást, besélt át Luca di Montezemolo elnökhez, és azt mondta, elnök úr, vagy elmegyek innen, vagy idehozok Briatórét, aki rendet tudna csinálni. És Montezemolo azt mondta, hogy oké, akkor Domenicalinak mennie kell. Aha. És megkapta a levágott lófejet. És most egy ilyen az ágyában. És most ez egy köztes lépés, akkor ez a Maria. Én azt gondolom, Mariachi. Ez a Mariachi. Igen. Igen, még akár az is lehet, hogy igen, ez egy átmeneti dolog lesz csupán. Ugye Ross Brandt emlegetik még, aki szintén rendelkezik némi Ferrari tapasztalattal, ráadásul elég komoly sikereket ért el. Az a nagy kérdés, hogy ő hajlandó-e otthagyni a horgászparadicsomokat és visszatérni a Forma 1 világába. Ő kijelentette, hogy nem,
de hát azért pontosan tudjuk, hogy a forma, mert ha valaki határozottan cáfol valamit, az előbb-utóbb megtörténik. Úgyhogy képben vannak itt nevek, nagyon érdekes lesz, hogy hogyan alakul itt a Ferrari. Valamit csinálni kellett, figyeljetek, azért az a Ferrarinál nem megy, hogy ennyi, ugye 2008-ban még nyertek egy konstruktőri világbajnoki címet, de azóta semmi. És azért ez tényleg nagy sikertelenség. Ugye mondogatták, hogy jön az új éra, az új motorok, mert hogy motorépítésben aztán igazán jók vagyunk. Aerodinamikailag nem annyira, ezt ők is beismerték, még voltak ugye gondok a szélcsatornával, de majd amikor motort kell építeni, abban nagyon-nagyon jók vagyunk. Csak hát a Ferrari nem egy hatos turbomotorokat épít történelmileg, hanem... Nem jellemző, vagy eddig nem volt jellemző, nagyon. Így van. Igen. Meg ugye ők is a motorra koncentráltak nagyon, és ezeket az új erőforrás rendszereket, ezeket komplexen kell kezelni, és talán ebben jobb a Mercedes. Na, mindegy, kérdezzetek. Figyelj, tudod, mire jöttem rá most valamikor, amikor néztem a Forma 1-et? Ezeket a nagy megvilágosodásokat. Most, annyira megvilágosodtam, tényleg, komolyan. Hogy nem kialudta magát, ilyenkor mindig világos. Meglepődtem, hogy lehetek ennyire jó. Hogy itt igazából ezek a pilóták annyira egy szinten vannak már, hogy tök mindegy, hogy ki van elő. Az van elől, aki egy jobb autót kap a feneke alá. A Hamilton haldoklott, kapott egy Mercit, jó húzásra átment a Mercihez, megnyeri. Ha most a Ferrari lenne a legjobb, megnyeri az Alonso vagy a Raikkonen, már csak autófüggő. Ezek a pilóták tökéletesen egy szinten vannak. Nyilván van különbség egy Rosberg és egy Alonso között, még talán egy kicsit Alonso számára, de hogy itt most már csak az nyer, akinek abban az évben egy olyan kocsija van, ahogy most jó a Merci, vagy a Hamilton, vagy a Rosberg fogja behúzni. Nincs kérdés, nem? Nagyon nagy igazságra jöttél át, de olyannyira így van ezt, amikor én beszélgetek mindenféle csapatvezetőkkel, meg mérnökökkel, azt mondják, hogy körülbelül 70% az autó. Amit ebben a csomagban van az autó jelent, a jó autó jelent, aztán jön még mondjuk 15-20% tehetség, képességek, taktikai érzék, és így tovább, és van egy 10% a szerencsefaktor, ami a formájára mindig is jellemző volt, meg úgy általában a sportra, és nagyjából, hogyha minden klappol, akkor így jöhet össze egy világbajnoki cím. Mondok neked egy példát, aki ellen versenyeztél Ladával. Ezt akartam mondani, Jensen Button, amikor megkapta a kilont, igen. Tudtuk, hogy egy ügyes gyerek, tudtuk, hogy egy tehetséges rád, de úgy ott benne volt a mezőnyben, és úgy nem érzem, ért el kirívó sikereket. Megérkezett a Brown GP-vel, ezzel a azzal a nagyon ronda, fehér, zöld, színtelen, szponzorálatlan, de esetlen autóval, és róla verték a világot abban az évben. Mert kitaláltak aerodinamikailag valamit, ami abban az évben még szabályos volt, okosan olvasták a szabálykönyvet, és megtalálták a kiskapukat, és egy Jenson Button nevű ember nyert egy világbajnoki címet. És félreértés ne essék, nem sajnálom tőle, és nem veszem el az érdemét, mert megint más egy, hogy mondjam, semmiből azért nem lehet VB címet nyerni, nyilván sok mindennek kell konstellálnia, és az, hogyha van egy futamokat nyerni képes autód, az is egyfajta nyomás, amit szintén kezelni kell. Sebastian Vettel esetében én mindig próbáltam hangsúlyozni, hogy azért négyszeres világbajnok nem lesz véletlenül az ember, még akkor sem, ha jó az autója, ja, de abban igazad van, Balázs, hogy a legtöbbet azt számítja a technika. Nem is igen. Csak ott a versenyen derült ki, hogy jobb autóval nyer. Hát amikor a Bazsival versenyzett gyerekeket, hát ne felejtsük már, hogy a tuning ladával ment, te meg azzal a szutyokkal. Este bementek, megizélték ott ennyi, a ladáját. Ennyi, ha ugyanolyan lett volna a lada, akkor te nyersz. Hát persze, ez ennyi. Ráadásul nem találtam a lükvercet. Ebből a szempontból a Forma 1 és a ladás versenyzés nem különbözik egymástól, igen. Mindenki próbálkozik az okossággal. Azzal izgalmasabbá tehetnénk a futamokat, hogyha mondjuk mi hárman egy-egy-egyes Suzuki-val beállnánk az elejére, elindulnánk, és akkor mi néha fölbukkannánk a versenyzők között. Random módon előzd meg Balint, előzd meg Janit, igen, zavarj be Ferivel, ennyi. Tudod, lenne valami. Igen. Tudom, hogy neked van egy vonzódásod a konyhaművészet meg a gasztronómiai rend, de ne akarjál darált hús lenni a Forma 1-es autók között, mert oda megérkezik 1.0-ás Suzuki-val, akkor záros határidőn belül darált hús várna belőle. Hát állítólag ők jók, kerüljenek ki. Nem. Mint a Suzuki kupába, három ilyen sárga Suzuki-val tudod betűznél, beküldenének minket. Kicsit zavarjátok össze a mezőnyt, tudod? Nagyon egybe vannak ezek a fiúk. Nem kell ide műeső meg egy hatos turbomotor, csak a Balázsékat küldjétek a Suzuki-val. Mi van az én nagy barátommal, az öreg Börnivel, a félbolonddal? Már bocsánat, de hogy én imádom, hogy ez egy igazi ötlet, hogy ő felvetette, hogy egykori legendás pilóták bajnokságát akarja elindítani, és Damon Hill, meg Mika Häkkinen, meg Henszerán Frenzent. Ez igaz? Hát figyelj, abszolút, ő is ugye öregszik, egyre többet nosztalgiázik. Ez egyébként egy teljesen egyértelmű jele annak, hogy telik az idő, mert én is egyre többet bezzeg a mi időnkben ezek. Szóval, hogy igen, fölmerült benne, és azt tudni kell, hogy az öreg
három lépéssel mindig előttünk jár. Tehát mi, amikor még bőven rágódunk ezen az 1.6-os turbomotor nevű gumicsonton, és találgatjuk, hogy milyen irány lesz a Forma 1, akkor nagy valószínűséggel már pontosan tudja, hogy három év múlva mit fogunk látni. Ez kicsit olyan, mint a divat szakma, meg minden más. Tehát a trendeket, azokat ő előre kitalálja és megmondja. Egyébként hozzáteszem, hogy volt erre példa, nem, talán még Forma 1-es autókkal is, de hogy ilyen kasztés autókkal versenyeztek Jacques Villeneuve-ék annak idején már a pályafutásuk befejeztével, az egészen biztos, mert magam is láttam ilyen futamokat. Hát nem volt egy épületes látvány, amikor fájós derékkel, hogy beszuszakolták magukat az autóba, meg meghúzták a spanifert rajtuk, és fölnyögtek, hogy ne olyan szorosra, de biztos, hogy sokan néznék akár ezt. És ugyanolyan autóval mennek, mint amivel annak idején versenyeztek, vagy új kocsikba ültetnék? Nem, szerintem ugyanolyankkal mennének, mert annak is van egy varázsa. Há, persze. Hogy azokat a régi kocsikat látni. Más kérdés persze, hogy azért fizikailag megterhelőbb, mondjuk egy 88-as vagy 89-es McLaren Hondát a maga 900 lóerejével elterelgetni, nagyjából szervó nélkül, az azért egy komoly fizikai felkészültséget kíván. Emlékezzetek vissza, hogy most beszélgetnek sokat itt a pilóták súlyáról, meg a kényszerű fogyókúráról, meg minden, és ez tényleg egy forró téma a formáiban, vagy hát erre majd figyelniük kell. Szóval, hogy azért annak idején mondjuk egy Nigel Mansell volt, hát rendes férfi mérete volt, igen. Tehát az ember méretű volt, ahogy mondom. A Hamilton meg a Rosberg úgy néz ki, egy 14-es kisfiú. Tehát, Felipe Massáról mi nem is beszélt. A kis massza, igen, a maga 48 kilójával, igen. Egyébként most nagyon feltámadni látszik, nagyon szeretem. Neki annyira járna már legalább egyszer egy futamgyőzelem vagy valami. Tehát ő az örök második, de én nagyon drukkolok neki, én nagyon kedvelem őt. Hát én is, az az igazság, hogy a Williams volt itt a sötét ló a szezon elején, azért árnyalódott a kép az első három futam történései alapján, ezzel együtt mindig nem egy rossz autó, de hát az már azért világosan látszik, hogy itt a Mercedes nagyon megtalált valamit. Igen, igen, legalább nem Red Bull fölény van, most az vagy egy másik autóban fölénybe, tehát kicsit minden. Hát, az lenne jó, ha legalább lenne egy Ferrari, lenne egy Red Bull, lenne egy Mercedes, és egy szinten lennének, és az a hat ember ott gyilkolná egymást, de így, hogy az első három kör után félperces előnye van kis túlzással valamelyik Mercinek, ez így megint kezd egy kicsit így, hát nem azt mondom, hogy gyugunalom lenni, de mondjuk az első két helyezésen kívül van az érdekes verseny, nem? Ugye hát látunk már ilyet a Forma 1-ben, amikor a Ferrari nyerte rommá magát a 2000-es évek elején, és csupán csak az volt a kérdés, hogy Rubens Barrichellóra mikor szólnak rá, hogy engedje Mihály Schumachert. Ezzel együtt legalább a merciseket most engedték versenyezni. Az nagyon jó volt. Sosem ugye, volt ilyen, hogy odaszóltak. Igen, de volt olyan, hogy a Barrichello az tél előtt engedte el a Schumit, úgy van. Amikor nyomta végig, azt mondta nem, és az utolsó méteren egy satúféket azért benyomott, végig gondolt arra, hogy ha nem érkezik meg a fizetése a számára, akkor az neki is kellene tenni. De utálom azt. Ebből a szempontból a Merci nagyon korrekt volt, de azt mondta, hogy ennyivel tartozunk a sportnak, gyerekek, vigyázzatok egymás, a profik a pilotáink, nyugodtan nőjétek egymást, ettől mozgózi. Tehát ettől autóverseny, nem? Hát mit csinálják most, milyen profi használják ki ezt is így marketing meg reklám szempontból, nem? Tehát, hogy sokan már püszköltek a Red Bull fölénytől, akkor egyszer a Mercedes engedi őket versenyezni, de azért kétségeink ne legyenek afelől, hogy meg vannak beszélve különböző forgatókönyvek, hogy mikor mit illik és kell csinálniuk a pilotáknak. Mindegy, engedik őket versenyezni, van egy jó meccs az élet, tényleg jó meccs volt, és aztán azt mondják, hogy gyerekek, a Forma 1 miatt nem engedhetjük ezek a szent szövegek megjelenek ilyenkor, akkor mindig elmosódok, hogy közben meg a párizsi meghallgatáson úgy próbálták meg elmeszerni a Red Bullt a Ricardo kizárásának meghallgatáson, meg még a ügyében, hogy öröm volt hallgatni. Red Bull egy kicsit meg is sértődött rájuk, hogy nagyon kemények voltak velünk a Mercedes-esek. De nem is baj, persze, hogy nyerőbe voltak 4 évig, tehát bírják ezt elviselni. De hát a Massa is nagyon finoman osztotta azt, a Bottas, vagy ki a csapattársa, aki nem engedett, és ott fölé szólították, és mondta, hogy nem. Figyelj, amikor egy Felipe Massának a fülére mondják azt, hogy Valtteri is faster than you, tehát ugyanazokkal a szavakkal, ami az összes frusztrációját előhozza, mert ugyanez volt a Ferrari-nál. Igen, ezt már hallotta sokszor, hogy gyorsabb, mint engedd el, tudod, ez nem annyira jó. Igen. És hogy még ugyanazokat a szavakat is használja a versenymérnökei, úristen, nincsenek semmi emberség, hogy ezekkel lassítják le. Aztán ők is megbeszélték, hogy egy kicsit rosszul kezelték, ezt Claire Williams csapatfőnök elmondta, hogy helyettes csapatfőnök, hogy tanultak belőle, és legközelebb másként kezelik. Na, szóval ezek a meccsek azért alapvetően jók, meg hogyha
olyan az új Forma 1, mint amit Bahreinben láttunk, nem olyan egyébként, de hogyha olyan, akkor nekem azért nagy bajom nincs ezzel. Add most jót tett, az a futam az jó volt. Románok lesznek? Tényleg? Ezt olvasom még. Szóval, róla Colin Coles, aki egyébként Magyarországon végzett fogászként, és ugye volt már a Hispániának csapatfőnöke. Ő most így elkezdte összeszedegetni a támogatókat, de hát azért ettől még talán messze vagyunk. Ugye most az amerikai csapat indul majd, illetve az a nagy kérdés, hogy vállalják-e 15-öt, vagy majd csak 16-ban lesznek ott a rajtrácsok. Már két gyökérkezelés között megcsinálja az egyet. Kicsit összerak egy Forma 1-es csapatot. Két nagyon fontos kérdés van, az egyik rövid választ kérek mind a kettőre, a hallgatók érdeklődnek, hogy mi van a kerítéssel. Azért megvan, megcsináltad? Nem, persze, az ott van szépen a hátsó udvarban, gyönyörűen. Elkezdtek belenőni egyébként ezek a növények, vagy mondtad Balázsa, hogy arra számítani lehetett. Igen, az belenő. Őrület, a másik pedig, hogy a közös teniszmérkőzésetek hogy áll. Na. Tejben készülünk, nem Balázs? Én tegnap is játszottam. Micsoda? Én kikaptam ugyan, de tegnap is játszottam. Én most már heti kettőket, hármokat játszom. Úgyhogy az magadra. Akkor a válasz röviden az, akkor távolodunk ettől a meccstől, mert én már nem tudom, két hónapja nem fogtam, jutott a kezembe. Figyelj Balázs, te ugrasz május 1-én, vagy ülsz valami légijárműben? Nem, a családomat készülök nagyon magamhoz szorítani és elindulni valóban. Nem, lesz majd a 30-án egy nagy Borgosós Klassz FM-es kitelepülés, de elsőjén ezen a nagy levegő... Cuki fiút, mi dolgozunk együtt? Azon ti vagytok inkább. Hát illetve mi a tévére figyelünk, a Feri pedig talán a helyi közösségre, jól tudom, Feri? Igen. Na csak azért kérdeztem, Balázs, mert most indulok a második szabadedzés után Salzburgba Félix Baumgartnerhez egy interjút készíteni, gondoltam megbeszélnem veled, akkor hagyjuk. Ja, jön ide, nem? Jön, azért megyek ki hozzá, hogy egy kis megkérdezzük, hogy hogyan készül a gulyáslevesre. De már azt hallottam, hogy azóta, mióta ő leugrott, azóta nem csinál semmit. Tehát, hogy visszavonulgatott. Hát egy nagyot. Kicsit néha ejtőernyőzik, de hogy igen, tehát ott szerintem ő abba beleőszült egy picit. Amikor elkezdett forogni a saját tengelye körül. Az de kemény volt. És ha senki nem tudta, hogy akkor az megállítható-e. Mennyire? 30 kilométerről ugrott? Vagy hogy volt? Valahogy úgy, igen. Igen. Na jól van, ha van kedve teniszezni, akkor állok elében. Jó? Apukám, aki két-hármakat játszik, kezdte, jó, nyugi, hogy ilyen. Nyugi, de kikapok mindig, úgyhogy ez nem látszik a teljesítményem, mert állandó megvernek, úgyhogy semmit nem jelent. Én most öreg fiú kosármeccsen voltam Gyomaendrődön a régi gimnáziumban. De csak néztem. De nyomorult vagy. De azt is csak nézte. Hát dirigáltam a három pontos valamon túl, és néha dobtam egy homály. Figyelj, és már te is háromszor kell szörpisülni este, vagy hogy állsz? Hát ahogy mondod, azt mondod, hogy be van támasztva a járókeret már az ágy mellé. Hidd el, ismerős az érzés, abszolút. Hát, igen. Na vigyázz magadra, köszönjük szépen, jó munkát hétvégére nektek a Forma 1-re. Köszi Zoli, köszönjük szépen, hello Zoli, ciao. A mindentudó. Imádom őt. 7:30 volt pontosan, 2 perccel. Jövünk a hírek után. 3:40 pontosan. Hello Feri! Semmi! Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. Aj, de jó zene volt ez. Azért ez a korszaka volt a legjobb. Kávé a kezemből. Ez a korszaka volt a legjobb a csávónak. Most is ügyes, nyilván, meg most megint jön. A swinges buli is nagyon jó lesz. Hát egy jó swingeres buli, az ugye minden Feri a tetszett. Garami tudná erről sokat mesélni, de ott aki azt fog, amit ér, úgyhogy... Mi van? Tavaszi szünet van már? Beszélhetünk már egy kicsit ilyenebb dolgokról. Igen, ugye, mert 8 előtt mi soha nem érintünk semmilyen témát, hogy a gyerek, illetve a felnőtt keze ne szoruljon rá a kormányra, hogy hát ül a 2-6 éves, de tavaszi szünet van. Nálunk is. Van, meg az... nem mondtál semmit. Semmi. Swing van, a swing az egy zenei műfaj. Meg tánc is, jó? Az egyébként tényleg, igen. Swinger az meg már, amikor az, nem, aki vagy, csinálja. Nem vagy féltékeny anyára, és szívesen végignézed, hogy mások mutatnak anyán, ugye? De hát erről a Garami mesél majd nekünk egy kicsit többet 9 után. Mindig kibogat. Menjünk már be. Tényleg, mondta, hogy... Persze, Vikinek nekem, hogy elvisz Vinke. Hülye vagy? Ja, hát minden nap fűzi a feleségemet egyébként, igen. És igen. Azt is mondta, hogy úgy is el kell menni, hogy ti együtt is vagy... Nem, csak mondja, hogy menjünk le, nézzük már le, Swing, jó az, Bali, lejöttök Vikivel, iszunk, amikor hagyjál már, a képzelni. Te beteg. Tessék? El tudlak képzelni, hogy a seggére csak a garamúja. Lehetünk, Gabika! Megyünk ott a kis törölközőben, eszünk a kis sonkás szendvicsünket. Nincs törölköző, milyen törölköző? Azonnal bemész és mesztelen vagy? Persze, úgy kell bemész, vetkőzöl és bele a közepébe. Na jó, 8:30 után kérünk swinger klubos élményeket, jó? Jó. Nem akarok lemenni, de a garami állandóan fűz. Viszont
Van egy kis űr az M1-esen, sokan állnak már ott, megkaptuk SMS-ben több hallgatónktól, hogy elindult az araszolás, aztán valaki azt írja, hogy vannak rendőrök, valaki azt írja, hogy terelés még nincs. Szóval, hogy egyelőre elég nagy a káosz, elkezdték valószínűleg a mentési munkálatokat a 102-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon, de aki tud, az menjen le a 115-ös vagy a 110-es kijáratnál az M1-esen Budapest felé, mert hogy baleset van. Valaki azt írja, itt állunk Bábolna előtt, amit tudunk tőletek, tudjuk, egy szerb már jött fél órája, de azóta állunk, írja egy hallgató. Hilfe! Hilfe! Figyeljetek, ahogy kapunk friss információt, mi azonnal mondjuk, jó, ha valaki ott van, tud nekünk küldeni, esetleg rendőr éppen ott helyszínen és hallgat minket, nyilván erre viszonylag kicsi az esély, de ott áll valaki és tud valamit, akkor írjon nekünk, egyik hogy tudjuk mondani. A CB, másikban a Morning Show, Morning Show, igen. Húzom a csíkot, fék távolság. Úgyhogy ha kapunk új infót, akkor mondjuk, jó, küldjetek. Valaki azt írta, hogy már mentenek a rendőrök, a sor kb. 10 kilométeres, viszont terelés még nincs, úgyhogy még mindig állunk Adri üzemben. És ha miatt bosszankodsz, hogy tehát 10 kilométeres sor 8. kilométerénél vagy, és véletőleg 2 órát fogsz állni, akkor gondolja arra, hogy lehetnél te a sor elején az összetört kocsiddal. Igen. Hát mennyire jobb ez? Minden relatív. Igen. Én mindig ezt mondom. Igen, pontosan. Minden relatív. Gondolja arra, amikor tavaly március 15-én kaptad az SMS-t, hogy ülj át egy másik autóban, és nem tudtad, hogy még 24 órát ott fogsz ülni ugyanabban az autóban egyébként, mert hogy nekünk barátaink jártak így 2 darab gyerekkel. 2 darab gyerekkel. Egy darabig hóembert építesz. Persze, vagy? Hát egy darabig barkobázol vele, meg nem tudom, mit csinálsz, igen. És ráadásul pici volt a gyerek, akkor még 4 éves, tehát azért egy 4 évesnek még nem mondod meg, mert 10 éves már megérti és végigüli. De a 4-gyel nem. Igen, ott már mindent elbáboztál, már mindent megcsináltál, és még mindig van egy 22 órán. Mondjuk egy idő után kezd hűlni az autó, mikor kifogyott az üzemanyag, és ráfagy az ablakra a dér, akkor tudtok rajzolni. Igen. Az újabb. Az újabb 10 perc. Na, készültök locsoló verssel? Vagy nagy készülés van otthon? Persze, igen? Én a hagyományosat már Somának megtanítottam, azt már mondja, illetve nem mondja, mert azt mondta, hogy ő így úgy, hogy nem kap érte ajándékot, ő nem melózik. Hát figyelj, ez a húsvét, nem? S mit tanítottál? Tele van a hajad kosszal, meglocsolak domestosszal. Hallod, én csak ilyen rosszak. Tele van a hajad kosszal, meglocsolak domestosszal. Figyelj, csak ilyeneket tudok, gyűlölöm az összeset. Felaszoknyát le a bugyit, majd locsoljam meg a nunit. Vagy igen. Persze. Feri vagyok, szép és laza. Locsoljak, vagy menjek az. Jaj, de rossz. A világból mindig mondod? Hiszen én vagyok a Feri. A világból ki lehet ebből üldözni. Vagy ez ember. Én a hagyományosat, a klasszikusat, ezt a zölderdőben jártam, azt megtanulta a gyerek. Adj egy 500-ast, azt jó van? Vagy... van valami ilyesmi. Igen, de már árat emeltünk 1000. Adj egy 1000-es, azt jó van. Szóval mennek majd a gyerekek, felsorakoznak, drága jó édesanyjuknál, és indul a locsolás? Nagyon helyes, nagyon helyes. Na most a nagy menés nincsen, mert azzal az van, hogy ugye Soma még egyedül nem tud menni, tehát nekem kéne körbe vinni. Viszont húsvétkor az embernek más dolga van, és mint tudjuk, ittosan nem vezetünk. Tehát én azt csináltam, hogy mindenki oda jön hozzánk, azt jó van. Hát kell csinálni? Persze. Sehova. Már 10-kor részeg lehetsz. Ez a te világod. Hát hogy nem? Figyelj, még egy fröccsöt meginnál itt dél körül. A buta mit csinál? Elmegy máshova, hogy ott rúgjon be. Mit csinál az okos? A rutinos? Oda, meghív igen. Magához mindenkit, és ott rúg be. Gyerekek. Már 10 órakor már. Már lehet pirtyálni. Már lehet drinken. Ott lesz az apósom, vele szépen meg tudunk hinni reggel egy ilyen beindított pálest. Nagyon jó az. Kint friss levegőn fogunk állni, mert elvonulunk vidékre. Meg kizártátok magatokat, nyilván. Ez is az oka lesz annak, hogy a friss levegőn álltok reggel, hogy nem tudtok visszamenni a lakásba. Nem, húsvét második napján már a gyerekek zárnak ki, ne is tudjunk visszamenni. Jó is az. Na jó van, várunk majd locsoló verseket, mindent elmondunk majd, hogy milyen kis versenyt indítunk, jó? Nyilván akkora közhely, hogy ezt kihagyni nem lehet. Elsősorban gyerekekre számítunk, de előtte Óven bácsival és Berunénivel játszunk már. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Tünde, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Tündi, tudom, hogy ez nálatok érzékeny. Tünde. És a Tündit utálod, fogadjunk. Hát nem utálom, hogy én lányos. Ja, lányos. Mi? Hát, ja, hogy kislányos. Aha. Ja. Aha. Fiús, hittem. Nem is lehetne. Igen, Tünde, honnan hívsz minket? Ő vidékről. Az elég nagy. Na, én itt megálltam. Az így, na most fia, az én itt megálltam. Nagy. És nem kérdezek többen. Mi Káfió, az, hogy... Györgye.
Tápió Györgye. De mi inkognitóba vagy? Tehát a titkos tünde hadművelet, aki betelefonál egy előadásba, de nem tudhatjuk, hogy honnan. Mit csinálsz, tünde? Hát semmit, itt most hallgatlak benneteket. Na, király vagy. Jó kedved van, igaz. Hagyjatok egy antidepresszáns. Rossz kedved van, tünde, vagy álmos vagy? Nem, vagy? Nagyon jó. Képzeld, aha, de milyen, ha szomorú. Bulit képzeld. Na, mesélj egy kicsit, gyerekek, vannak, készül-e a húsvéti sonka? Semmi között hozzá. Persze. Aha, na jó van, hát megmutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, de úgyse tudunk nagyobbat beszélgetni. Figyelj! Ó! Ez még tavalyi hangfelvétel, amikor még egészben voltak a sonkák. Most az van a lábosban, amit itt tavaly még élőben hallottok. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. La, 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 la. Ez valami magyar? Az biztos nem. Biztos nem? Az biztos nem. Most nézem a harmadik évadot. Nagyon jó. Főnök már meghalt? Ha, micsoda. De még mindig ott van az emléke. Mutatjuk még egyszer, figyelj, tűnne. La, 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 la. Na, cocca, csönd. Hát, tünde feladta. Miért éreztem én azt, hogy ebben a beszélgetésben ez benne van? Nem tudom. Elmondom, gyerek, mi a korkép. Tette tényleg? Izgul, hogy elmondja, ne hívjuk újra. Őt nem, másikat, senkit, jó. SMS-ben írjátok meg egyet, kiválasztom. Így van, de... Adj egy öt. Ennyi. Adj egy ötös, tesó, de nagy vagy. Így gyerekek, nem hívunk senkit, mert annyi reklámunk van. Aki SMS-ben megírja, kap egy ajándékcsomagot. Így jó, mutatjuk még egyszer. Mindenki játszhat az országban. Akik állnak az M1-esen a dugóban, azok is. A hetesen. Mindenki. Így szól. La, 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 la. Na, hát ez... És nem mutatunk hosszabbat. Semmi. Kicsem ajándékért. Semmi. Hát ez gyerekek. Aki megírja, meg vagyunk, jó? Megmondom, miért nem mondtál, hogy honnan telefonál, hogyha nem tudja, akkor ne égjen be, és ne legyen ciki. És azért tette le a telefont, mindjárt visszahívjuk egyébként, hogy megszakadt-e, de nem fogja fölvenni, ebben egészen biztos vagyok, hogy ne legyen ciki, hogy nem tudta. Mert fogalma nem volt róla. Tehát van ez a fajta ilyen neurotikus típus, aki fél attól, hogy most megkurcolják a rokonok, hogy nem találta ki, nem tudom, meg. De aztán nagyon nagy a faluban, szerinted ezért? Szerintem nem, hanem ő pont ennyire izgul. Ja, valaki mobilon is játszik. Tünde írt, hogy megszakad. Ne haragudj, Bali, megszakad. Tudod. Na, szóval, locsoló verseket várunk a hírek után, elsősorban gyerekektől, ugye? Szeretnénk drága, cuki, helyes, aranyos gyerekek hangjait, vagy hangját hallani az éterben. Pajzán, nem pajzán, szemtelen, kicsit szemtelen, milyen jelzők vannak még a húsvéti verse. Tehát nem az átlagos húsvéti verseket szeretnénk hallani, hanem ami kicsit mókásabb, ami kicsit viccesebb. Önálló költemény esetleg. Önálló költemény, amit anyunak fogtok majd mondani, vagy a nagyinak mondtok majd, amikor ott álltok előtte egy ilyen kis krasznaja moszkvás üveggel. És a leghelyesebbet, a legaranyosabbat, a legnagyobb sikerült, azt megajándékozzuk. Oda is egy ajándékcsomag. Gyerekek, mi van megszórunk, ma veled? Megszórunk ma mindenkit. Egyébként már érkezett önálló költemény Martintól. Zöld a moha, sárga a kéve, meglocsollak Beru néne. Jó? Hát szerintem. Nagyon, én megmondok még egyet. Írja nekünk egy hallgató, nem írta alá, sajnos nem tudom megnevezni. Bali, ha mentek Swinger klubba, itt a húsvét, jön a nyuszi, I would like to lick your pussy. De éreztem, de tessék megtanítani a gyereknek? Egy ajándékcsomagot ér, ha a szülő most ott áll a gyerek mellett telefonnal a kezébe, megtanítja neki gyorsan, hogy Tibike, ezt kell elmondanod a Balázséknak, mert lesz egy ajándékcsomag. Telefonáljatok, hívjatok minket 555-55-00, mi pedig tojást patkolunk, ugye? Már hogy nem mi csak nézzük, és próbálunk hozzászólni, közben pedig locsoló verseket hallgatunk, úgyhogy ezzel jövünk a hírek után. 8 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Feri! Hello, szevasztok! Hello Jani, valahol a világ, illetve bocsánat. Így van. Valahol Magyarországon. Kezemben a kölni, nem szoktam tökölni, szabad-e fröcsölni? csak rosszakat mondjuk, de tényleg, csak rosszakat, jó? Aki jót mond, áruló, jó? Okay. Tehát csak a legrosszabbakat, jó? Tehát minél, nekünk kettőnek az a feladatunk, hogy minél rosszabbakat. A legelcsépeltebb, legunalmasabb, legközhelyesebb, jó? Benne vagyok, mehetünk. Jó, figyelj, én annyit mondok neked, hogy így most mondok, tojást várok, ha nem adnak, odébálok. De rossz. Na,
Vannak közlekedési híreink, és... Rigmust mondok, tojás, várok, viccelsz, a legnagyobb. Közlekedési híreink, ugye azt kértük a hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy mi a helyzet az M1-esen. Egyelőre baleset van az M1-es felhajtójánál elsőként a 81-es úton. A sérült autó két sávot foglalnak, helyszínelés nincs. Az 52-es kihajtónál az útfelújítás miatt hatalmas dugó van, ez az M5-öst érinti. Aki teheti, kerüljön, ez Gyurika mondta. És a 152-es kilométernél még nem mentenek, több kilométeres a sor, ezt 8 óra után 7 perccel küldte nekünk Réka. Úgyhogy Budapest felé ott még mindig próbáljátok kerülni, 152-es kilométernél van a baleset, már kaptunk olyat is, hogy a 110-es kilométernél van a baleset, ha egyszer valaki ezt pontosan elküldi nekünk, lehet, hogy már megtette és beolvastam, csak több verziót kapunk, nem tudom, hogy mi a jó. Minden esetre most van egy újabb, ez ebben a pillanatban jött, a sor 12 kilométeres, atyaisten, ezt Frank küldte nekünk, és lehúzták a roncsokat, tehát egy sávon már úgy néz ki, hogy az a menet eleje elindult. Úgyhogy szépen lassan lehet majd menni az M1-esen, és feloldják a pályazárat. Klassz FM-et hallgatok, a Morning Show állat, meglocsollak kisangyalom, együtt hálunk, jó lesz. Hát ezen még dolgozzál. Hát, nem én írtam, hát nem gondolod. Ezen még egy kicsit dolgozzál. Na, ugye, mivel a játékosunk picit túlérzékenyen reagált arra, hogy nem tudta a megfejtést, és a legegyszerűbb módját választotta annak, hogy kimeneküljön ebből a megszólásba, ránk vágta a telefon, mint kiderült, azóta se veszi föl, tehát a vonal nem megszakadt. Próbáltuk többször felhívni. Választottunk valakit, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Gucsánszki Miklós vagyok. Miklós! Hello, Miklós, honnan hívtál minket? Budapestről. Azt a vidékről. Na, tessék, fejlődj! A fővárosban. Ja, igen. És a következő, hogy leteszed a telefon, tudod, hogy megyünk. Nagyon, na, ciao, köszi. Na, tessék, fejből egyet. Most ott állsz asszonykád előtt, ott van a kis Kölni, mit mondasz neki, tessék? Hű! Gyere, asszony, bújjunk ágyba, meglocsolak, azt jó van. Jó! De rossz, kamu, kamu. Jó, mi volt a dal? Mutatjuk még egyszer, figyelj, ez volt. Természetesen a Dallas. Így van, hát egy jó kis Dallas. A magyar televízió bemutatja. Bizonyám. Dallas. 2642. rész. Bobby Ray máma. Rendező Leonard Katzman. Megvan? Tényleg. Abszolút, teljesen jó volt. Ezen nőttünk fel gyakorlatilag. Micsoda, minden pénteken az egész ország ott ült a délután, vagy este 8-kor, 9-kor a tévéképernyője előtt. Ez volt a családi program este. Igen. Ment oda mindenki is, nézte a Dallas. Csütörtök szomszédok, két hetente péntek heti Dallas. Nagyon jó. Ugye? Volt. És most meg a hétvégi ismétlések. De nézed most is! Abszolút, abszolút. Ugye, ott szól a háttérben a hétvégén. Szombat délelőtt, vasárnap délelőtt. Csak mondom, hogy ugye Joki halott, de Amerikában most fejezték be a harmadik évadot. Aha. Bali már néhány részt, hogy nem valahogy. Be van kötve az Amcsi tévét. Illegális módon megszerzett magának, brutálisan jó. Tehát Joki már nincs benne, de olyan kavarás van, kezd el nézni az új évadokat. Az elsőben még benne van a Joki, aztán a második felénél meghal, de valami hihetetlen. Cliff Barnes benne van, Bobby Ewing benne van, a Samantha benne van, és a gyerekek. De olyan az elsőt már megnéztem, a többit azt folyamatban van a beszerzése, hogy így mondjam, igen. Jó, de nagyon helyes. Tessék megvárni, amíg megérkezik egy kereskedelmi csatornára. Az van. Csak is kizárólag. Nem töltünk csak kolbászt. Így van, a kurvát. Jó, köszönöm. Köszi a játékot, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi szépen, boldog fúsétet, sziasztok. Neked is kellemes ünnepeket. Ciao, hello. Na, szóval áll a felhívás, ami elsősorban a szülőknek szól, hiszen ilyenkor az ajándékcsomag megnyerésétől kicsit begőzölt, túlvezérelt szülők nyomják majd a kis izgága a gyerekek kezébe a telefont, mert hogy locsoló versenyen nálunk ajándékcsomagot lehet nyerni. Nem mi fogjuk eldönteni, melyik volt a leghelyesebb, mi most beszélgetünk, mert hogy vendégünk van, de a beszélgetést megszakítjuk majd egy-egy locsoló verssel, és helyes aranyos 8-10-12 éves forma gyerekek jöhetnek adásba, mondanak egy verset, meghallgatjuk, aki aztán megszavaznak, vagy aki a legjobb volt, vagy akit mi esélyesnek tartunk arra, hogy nyerjen, a hallgatók eldöntik, kap ő is egy ajándékcsomót. Ma megszórunk mindenkit, ja, nem? Nagyon rendesek vagyunk. Egyébként én csodálkozom, mert ugye három közül te vagy az, aki ezt a legkevésbé szereti, de látom, hogy a Jani hiánya az így ütközik ki, hogy a jó szívem, a jó szívem, a jó szívem, a jó szívem előjön. Na?
Na még egyet? Na? Van nálad még egy? Még egy vers? Na? Hallod? 20-at tudok. Vendégünk van itt a stúdióban, és nem tudom, mi az, ami leégeti az arcomat, de balra nézek, és látom, hogy egy rezsót sikerült így robbantani, ami csak azért jó, mert az orrszőröm is kezd meggyulladni. Minden egyben. Igen? Meg tudjátok, hogy hogy szenvednek a nők. Miért te mindig egy rezsóval jársz mindenhova? Vagy? Hát, majdnem. Vagy már hőhullámaid vannak. Nincsenek. Zsigóné Kati, a vendégünk, aki többek között tojásfestő, jól mondom? Igen, igen. Jó, azért azon, tojás, tény, igen? Azon tény mellett ne menjünk el, hogy Kati dubajozni szokott. Nézd meg, mi van a névjegykártyán. Igen, hát az, ott ebédelt az a burzsel arabba. Az a burzsel. Én várj, akkor nem egyforma névjegykártyák, mert nekem egy ilyen matyóhímzéses fal előtt állt dogász. Mondom, hát mi, hogy szoktál dubajozni, hogy egy matyóhímzéses fal előtt állt? Ja, burzsel arab, persze. És neked is kellett mesztelenül egyébként golflabdákat elkapnod, amit a sejkek rád lövöldöztek? Volt hát ilyen? Hát azért nem, de a sejkeket kellett tanítanom festeni. Komolyan? Így van. Tényleg? És meg is hívtak, úgyhogy aranyal patkolhatnám kint a tojást. És... gyönyörű szállodában. Az milyen, hogy kiviszed a patkol tojást, amit te ugye fénpatkóval csesz, és nézi a sejk, és azt mondja, Katika, nem rossz ez, nem rossz ez, tudjuk egy gyémántszeggel aranyjal csinálni. Ez így volt, ez tényleg így volt. Hagyjuk a Swarovskit, hintsük be aranyporral, tegyünk rá gyémántot, és tegyünk rá még egy kis fehér arany tetőt. A tojásdíszítés királynője, hát mintha az én névjegykártyám lenne, csak ugye a tojásdíszítés helyett valami más lenne. Tetszik ez a fajta szerénység, ebben közösek vagyunk. Hát így apostrofálod magad? Abszolút nem. Hát azért nem. Hát azért ennyire mondja. Ez nem, hát a média ragasztotta rám. Fábri például a showba az ország nyusziának hívott. Nem rossz. Oh, hát mindig egy nagy humorista volt ez a Sanyi. De a húsvét nagykövetének is hívnak. Tehát ezek mind azt gondolom csak ilyen. Az, hogy népi iparművész vagyok, az tény és való. Igen, népi iparművész, mennyezetfestő. Igen, a művészetek 8 ágát művelem. Azt a minden. És a lakásom is egy népművészet. Tehát egy népi lakásba élek. Minden magyar családnak ilyen lakást hengerelt kívánok. Fal mert van, ez nagyon fogadjunk. Gyönyörű. Hengerelt fal van. Nem, azért az nem. Azt nem, hittem. Nem, nem. De viszont a mennyezet ki van festve. Na. Gyönyörű rozettásra, tehát a fal ki van pingálva, gyönyörű riselt terítők, meg a ruhám is látott. Tehát... Azt a mindenit. Igen, nézem, minden. Nagyon, nagyon tehát autentikus. Én ebben élek a népművészetben, nem csak hirdetem, hanem szeretem, benne vagyok, és élvezem. Na és mit szólsz ez a felborult világhoz, hogy itt már pénzért locsolnak a fiatalok? Hát milyen szörnyű világ ez, ugye? Fúj. Hát ez tényleg az, ez ugye? Tényleg, mert hogy nem ez a húsvét üzenete, hanem az, hogy találkozzunk, nem is az evés, ivás, jól berúgunk, meg. Kicsit ilyen irányba toltuk el az elmúlt 50 évben, tehát nézek Ferire kérdőn. Én nekem igen. Tetszik. Hanem találkozunk. Igen. Tehát ez arról szól, és nem pedig nem akkor kell elutazni se sehova. Jó, de ha magyar emberek találkoznak, akkor csak esznek, isznak valamit, nem? Hát, most hogy nem mondjam? Mondasz, hogy a sonka, meg nálad nincs sonka, meg tojás? Van, ugye? De azért közel 300-an meglocsolnak, azért ha mindenkit megkínálok. Hallod? Közel 300-an locsolnak? Igen, a világ összes tájáról jönnek hozzám locsolkodni. És ez mit igen. Jelent? Óránkéti hajmosást, vagy egyszerre egy beleugrasz? Hát most azért vagyunk itt, hogy megtanítsuk a hölgyeket, hogy locsolják meg őket, illetve a férfiakat. A nőket, hogy engedjék magukat meglocsolni a férfiakat, meg hogy kell locsolkodni. Na, hogy kell, tessék, ott állok kicsiny feleségem előtt, igen. Fogom gyermekem kezét, aki készült locsolóversenyre, ami egyébként baromi megható, ott állunk kette, hogy locsoljak? Hát remélem a műsor végén ott igen? Álltok előttem és meglocsoltok, mert hoztam nektek tojást, úgyhogy azt el nem kapjátok. De én péntek, hanem, nem locsolunk. Nem locsoltok meg. Hát igen, ez igaz, de ha tojást akarsz, kénytelen vagy pénteken bevágódni nálam és meglocsolni. Aha. Kell valamit mondani? Fel igen. Kell vezetni? Na most a locsolkodásnak vannak szabályai. Tehát például az, hogy először az időseket illik meglocsolni, 10 percnél tovább nem illik maradni, idegeneket nem illik meglocsolni, de engem igen. Nálunk legidősebb a nagymamám, vagy a dédnagymamám az urnába fent a polcon. Őt kell. Jó. Tehát a... Jó, nem, hát van egy pici, na, hát szódás, hogy van a dédi nálunk a falon. Hát most oda megyek dédikém, de jó lenne, ha itt lennél. Nem, várj, a szódás üveggel le tudod ezt spriccelni. Igen, ő kérte, hogy legyen ott köztünk. Hát kicsit a szódás üveg nem rossz, mert azért régen úgy volt, hogy leöntözték, lefogták a lányt, és lányokat lefogták, és vödörből és hideg vízzel, és akkor meg is betegedt. Nálunk a családi rendezvény legizgalmasabb pillanat, amikor a macska fönt van a polcon, és áll a dédi mellett. De így nem lelocsold a feleséget, de engem se. Gyere le onnan. Tehát a következő, igen? Így van. Tessék. Tehát idegent nem illik, ott tartottunk, de engem illik. A világ összes tájáról jönnek. Te szereted. Kecskemét megy utca. Ja, ezt be is mondod, hogy ott laksz. Lehet menni locsolni. Lehet, és mindenki kap egy
egy gyönyörű egyedi tojást. Hoztam nektek egy valamit, na, majd mindjárt megyünk. Olyan egyedi van, hogy csak már. Oh, hogy látnád az enyémet, figyelj. Fontos. Na, mit hoztál? Ezek közül lehet válogatni, hogy milyen tojást szeretne. De drága, feliratok vannak a tojáson? Vagy, nem, vagy ma egy tojás szimbolizál valami? Pont erről van szó. Tehát, ugye hogy nem melyiket, nem az majd szakértővel állok szemben. Kicsit meglepődtél, hogy ennyire okos vagyok, ugye? Igen, éreztem, hogy elakadt a szabad. Igen, éreztem. Vigyázok. Hogy te melyiket választanád? Mm-hmm. És akkor, tehát a férjemmel nekünk van egyenlünk, úgyhogy de mindenki más szeretne. Mi a ti jeletek? Majd meséljél csak. A mi jelünk, az mindjárt mondom egymásba neked, hogy az életünk rendbe menjen. Ó, tehát úgy, ahogy a természet halad, a nappalok és az éjszakát következnek. Ennek gyönyörű jele van. De például otthon, ha eljössz hozzám, húsvétkor locsolkodni, eljöttök. Kecskemét megy utca. Úgy van. Ott vagyunk. Akkor, csak ahogy bejössz a kövön, a járólapon. Így van. Egy hatalmas nagy páva van. Egy páva. Mert minden motivumnak jelentése van. Élő páva, érves tettem oda. Jó, festett páva. Egy páva vár, minket. Aha. Mert minden motivumnak jelentése van, a könyveim, három könyvem jelent meg. Na, kis promo. Na, de igen, jó, ügyesen, nem baj. Nincs már belőle nagyon, úgyhogy nem nagyon promo volt, sajna. És tehát a motivumoknak jelentése van. És a páva elmondják, mit jelent? Soha nem a motivum van a csoda, hanem bennünk. A motivum figyelmeztet bennünket arra, hogy mit szeretnénk elérni az életben. Tehát amilyen jelet kérsz. Nekem szülőként a gyermekét védelmező szülőjele, igen, ezt sajnos ezt ki kell választani. Az tulipán. Olyat fogsz akkor majd szépen írókázni mindjárt. Jó, írókázni? Én majd segítek neked. Írókázás. Írókázni az megvan, ebből a Ferinél holnap már csak rókázás. Ezt ma még írókázunk. Nagyon jó. Igen. Is, amit viszont a férfiak csináltak régen. Látnál engem, én úgy karcolok, könyvbe lábadna a szemem. Figyelj, olyan vagyok. Régen még most már csak egyfelé karcol, régen úgy karcolok. Most már azért ugye hát így szép házasság után, de ha karcolok, olyat karcolok, hogy azt még te is megkönnyezed. A locsolkodásnál tartottunk, hogy fogsz engem meglocsolni. Na, a végén, hogy fogtok? Tehát van egy kis tálka, egy edény, ami fölé tartjuk a kezünket, a kézfejünket, és arra öntenek egy pár csepp vizet. Tiszta vizet. Tehát úgy locsolkodunk, ahogy őseink tették, és ahogy a virágokat szokás, tiszta vízzel, mert a locsolkodás jelentése az, hogy termékeny legyen a hölgy, fiatal, friss, üdén maradjon. És az csak és mindig csak a kézre, lehet. És tiszta vízre. És pár cseppet. Aha. Így tehát van. Ez a kölnis, impulszdezodoros, megtalálós, 8x4-es előkaparós. Tehát nagyon ez szeretem a parfümöt, de ebbe az esetben engem sajátod. Senki úgy nem locsol meg. Mm. Na most mi a Velencei tó partján fogjuk tölteni a húsvétot, az korszerű, ha az egész család összes nőtagját belevágom a vízbe. Ha engedik, nekem szimpatikus. És ha örülnek, gyertek akkor... kis hülyeim, megyünk fürcsizni. Nincs jobb egy 8 fokos éze. Apa megy előre. Apa megy előre. Szép leci. Mutattam az utat. A víznek varázsereje van. Ez és a lányok beleteszik a piros tojást a fürdővízükbe, hogy szebbek legyenek tőle. Igen, meg ugye azért vidéken is megy a hagyomány, hogy vízzel, vödörből, tűzoltó kocsiból, tűzcsapról. Igen. Tehát ez a kölnis dolog, ez egy ilyen elferdült, elkorcsosult nagyon, valaminek. És nagyon sok nő nem tudja, hogy van más formája is, és ezért is félnek a locsolkodást. Na, mit csinálunk mi most? Tojáspatkolunk? Vagy mivel készültél nekünk? Ez a rezsó lassan tényleg most már a melszőrömet kezdi kapargatni, tehát nem baj, ha a 10-es fokozatot 4-esre kapcsoljuk. Ha én kibírom, te is. Jó, igen, de te hozzá vagy ilyen szokva, neked ez még kicsit tetszik is. Bruttó 60 fok körül kezd itt lenni most már a stúdióban, hogy mit csinálunk? Mit csinálunk? Drága Kati, mondj valamit. Fogtok egy ilyen, mi ez szerinted? Ez egy hosszabb fogpiszkálóhoz hasonló, igen, ilyen kis vékony kis... Felite jössz. Uh-huh. Mi, kis szerzemény. Hát ide hozzánk. Ja. Gyere csak ide. Na most ezt nem használjuk. Az egy ilyen kis kalapácsszerű. Ez egy íróka, és nem használjuk. Fogtatok már tojást? Kati, az a kérdés, te fogtál-e, Kati? Az a kérdés, Kati, nem az, hogy mi fogtunk-e. Igen? És? Ne haragudj, selejtes, tehát Lukas tojást. Csak mondom, Kati kezünkbe adott két... Kis fújhatjuk, ha akarjátok, az nem lesz semmi. Hogy mit csináljunk? Egy kis jó tojásfújás. Hát gyere, Kati, légy a vendégem. Katikám, hát nagyon tetszik, hogy így be vagy indulva. Tudod, Balázs, erre mit mondok neked? Nem tudom, azt, de azt gondolom, ma este kimenőt kérek.
Igen. Megjegyeztem a címet, kecskedik meg. Ilyen őszintén ezt még nő nem kérdezte tőlem. Én kifújom a te tojásodat, előtt egy ekkora tűvel felszúrhatom, mert előtte Kati, azt most kezdett el igazán érdekelni. Csak tegyél be egy 4x4 méteres ketrecbe, és üssél valamivel. Szóval, Kati adott nekünk 2 darab tojást, ami már ki van fújva, ez a tojás fehér. És milyen tojás? Szerinted sattok? Szerintem ez lúd. Hát nem. Na. Hát nem, ez kacsa tojás. Kaja, kacsa. Aha. Így van. És akkor a lúdnak van tojása fel. Van, ja. Igen. Kati elkezdett egy kis lábosba, szerintem szójaszózt. Ezt kávénak szokták mondani. Micsoda? Kávénak. Ja, kávé, bocsánat, jó, hát kicsit japán vonalon utazunk, szóval szójaszózt mártogatni. Nem, ez igen. Nem jó kicsi, hanem nevetem. És szépen egy egyenes vonalat húz a tojáson. Igen, így van, aha. Így van. Ez ilyen nagyon-nagyon szép legyen. Feri, úgy fogd, ahogy én, légy szíves. Mi, de már úgy fogom, de hogy én akarom a tojásomat. Nem, hát én most tanítalak, otthon mindig úgy foghatod, ahogy akarod, de most tanulj tőlem. Figyelj, Feri, úgy fogd, ahogy Kati, a rutinnal és figyelj, a szakma szeretetével. Ne fogd neki, amíg nem nézted meg, hogy hogy csinálom, mert eleve rossz, ahogy fogod. Igen. És egyebek. Már ez a maga a festés, már, Kati, amit csinálunk? Ez már az, aha. Így van, és csak látod, itt megtámasztom. Gyönyörűen festesz egyébként, hát most annyira remeg a kezem a nevetésre. Az sose baj, Kati, sose baj. Ja, de hidd el, hogy van az, amikor... Balázs, nem beszélj, hanem fessél, te is vagy legalábbis közben. Te ebbe professzor vagy, hogy beszélsz is. Hát ez. Igen. Figyelj! És ez sima tojás festék, Kati, csak segítsünk azoknak, nem, akik... Ez nem, ez méhviasz. Méhviasz. Igen, aha. És ezt lehet méhészboltba kapni. Egy jó méhészbolt. Hát világos, úgy kezdjük. Na most lélegezzél, méhészbolt. Igen, Ferire ráüblött a tojás festék. Lélegezzek mélyeket, Kati? Igen, melezek is. Te ilyen tantrikus vonalon utazol? Tetszik nekem, egyre jobban. Lélegezzél mélyeket. Kíváncsi vagyok, hogy... Ez egészséges a szervezet. Az nagyon. Az egy jó jóga légzés, Kati, ne butass. Hát, hogyha fújsz is... Igen? A másik pedig... Régen, ugye, amikor majd befessük ezt a tojást, most itt veletek nem. Igen, hát de igaz, igen. Otthon ez... esetleg a feleséged befestheti, amit csinálsz, igen? És semmit nem csináltál. Semmit, mert annyira mágikus vagy, hogy megígéztél, de én nézlek téged. Letörülik ezt a viaszt, amikor a festésnek vége, és... azt a ruhát elégették, és a fülüket azzal gyógyították. Akkor, mivel az elégett hogy? Ruhát betömködöd a fület? Ez viaszos ruha. És akkor jól tették, a jó, de nem viasz érte. Pontosan, de jó. És ez hatásos is. Na most pontosan, tehát ez elmúlt fél órában kellem ezt csináltál? A part, jó, semmit. Negyed centit nem semmit. Hallottam. Feri konkrétan semmit, én pedig nézlek, de viszont a te kezedben, ami születik, az egyre szebb. Az hát azért nem. Azért ebben nagy rutinod van. Majd mutatok neked szebbet, meg otthon a kiállításomban, abban van szép. Éven te hányat festesz körülbelül? Mert egymillió forintos tojás is van benne. Oh. Tehát azért a világ 5 legjobbja közé választottak. Azért ez reméljük nem nálad Kecskemétben a megy utcában, mert 4-en elindultak felét betörni jelen pillanatban azonnal. Tehát hogy azért ezt így jó, ha megjegyezünk. Gyerekek, én kész vagyok, megcsináltam, ezt nézd meg, mit csináltam. A Feri rápingálta a tojás, hogy MS. Ez most igen, vagy MS mester. Igen, és mit kellett volna rápingálni? Mit? Ezt a jelet. A gyermekáldás jelét, illetve... Azt neked kellett volna. Igen. Ez a nap motívuma, tehát itt nagyon a középütt szép. A föld, és körbejárja a földünket a nap. Aha. És amikor elkezdem csinálni a tojást, figyelsz rám, Balázs, hogy feszültem. Nem. Feszültem, de se tudom menni rólad a szemem. Igen. A média tojásait közben, tudod? Igen. Nehogy semmi, éppen legyen. A nyúltagyam pörkölődik a rezsótól, de ne törődj bele. Én nem mondtam nektek előre, na. De itt verseny lesz köztetek. Igen? Igen, és úgy látom, hogy Feri harad, úgyhogy a karcolásnál most... Igen. Tehát itt, figyelj, itt van a föld. Igen, ide rajzolom, és akkor aha. Ahogy körbe, látod, egy újjá rajzolom az egész világ egyetemet. Persze, nem viccelj, az én tojásomra a tejútrendszer is ráfér, Kati, úgyhogy amit akarsz. De nagyon szép, mi a gyermek motivumot ad majd oda nekem, mert én azt hazavinném, jó. Hogy én szeretném védeni a kis gyermekemet. Úgyhogy az, melyik a gyerek motivum? A gyerek motivum. Az most nincs, az a Balázsnak kellett volna egyet. Jó. Eljött de egy majd gyerek motivum nélkül. Majd most karcolsz csinálsz egyet. Karcolsz nekem egyet a hírek alatt? Igen. Jó. Drága hallgatók, nem elfelejteni, hogy gyermekek jelentkezését várjuk. Volt egy csomó, csak Kati temperamentuma és vehemenciája egész egyszerűen lenyűgöző, úgyhogy lehet még jelentkezni gyerekeknek, jó? Elsősorban, hogy hallgassunk egy-két locsoló verset, 555-55-00. Kati, fest, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello mindenkinek, vendégünk van itt a stúdióban, a népi iparművész, a tojás díszítés királynője. Gyerekek, hát ne túlozzunk, olyan csodákat mutat itt nekünk Kati, hogy valami elképesztő. Van nálam egy kölnis üveg, métereset spriccel, mivel ilyen rakoncátlan lezártam egy schlitzel. Oh, aj, te locsoló bajnok!
Szörnyűek ezek a versek, nem? Kati, mit szólsz? Hát, nem, nem szörnyűek. Szoktak nekem is mondani pikánsat. Igen? Így van, de hát a szabályban az is benne van, hogy felnőttnek nem szabad verset mondani. Már hogy a felnőtt férfi nem mondhat verset? Pontosan, csak jó kívánságot, a gyerekeknek illik verset mondani. Aha. Persze én azért örülök, ha mondanak nekem verset. Valószínűleg pont ezért van ez a szabály, mert csak ilyen disznóságokat mondunk már mi felnőtt férfiak. Arról beszélgettünk itt a hírek alatt, hogy Dubájban van a tojásfestés világversenye. Hát azért ugye ez egy keresztény ünnep, hát ugye tudjuk, hogy Dubáj azért nem errefelé orientálódik, tehát ezt nem is értem, ezt az árukapcsolást. Igen, nagyon jó a gondolatod, és teljesen igazad van, viszont tudjuk, hogy Dubáj a legek városa, és ott engem azért hívtak meg, mert különleges egyedi tojásokat készítek. A világon egyedülállóakat, tehát faragoma tojás, Leonardo utolsó vacsoráját tojásért faragtam. De azért valljuk be, hogy közel 30 technikával dolgozom, és a 29-et így megcsinálom, és egynél remeg a lábam, melyik az? A faragás. Hát, melyik az utolsó vacsorát érve, az csak a Stadler tudta föltenni, hogy ezért nagyon szép volt. Őket ez érdekelte. Tehát, hogy beszéltük az ember, aranyjal patkolni a tojást. Mutattál itt nekem egyet, ez öt, mit mondtál ez erről? Négy technikás, ami azt jelenti, hogy ugye ki van fújva, úgy van egy, festve van, igen, patkolva van, így van, és a negyediket nem fogom tudni. Karcolva van. És még akkor hat, mert a fújás nem számoljuk. Mert ja, a fújás nem számoljuk. Ja, egy jó fújás az. Igen. Ki az, aki egy fújás beleszámol, nem, Kati? A semmi. Tehát ez a hat technikás tojás. Öt. Szép volt, Bali, megint. Mi a csúcs? Hány technikát lehet fölvinni egy tojással? Hát, mivel a közel 30-szal dolgozok, tehát akár ilyet is tudnék csinálni, és tervemben között is szerepel, hogy csinálok egy... tehát ez nagyon... Aha. Imádom a kihívásokat. Tehát valahogy az idén olyan megrendeléseim voltak, mert idáig még soha nem, ami egyedi darabok. Uh-huh. Na most képzeld el, hogy odajön egy vevő, és azt mondja, hogy mondjuk, hogy egy liba tojást készítsek el 120 ezer forint, és rám bízza. Akkor én két napig nem alszom. 120 ezer forintja van rá? Így van, egy liba tojás. Egy liba tojásra. Na most én két napig akkor nem alszom. Aha. És abban a fújás is benne van ebben a pénzben. Ugye? Ide figyelj, Feri, ha érdekel a fújás, itt van, én hoztam mindent hozzá, neki fogsz. Akkor ajánlom neked a torkos csütörtöket a Méta utcában, Feri. Figyelj, a férjed egyébként hogy bírja, hogy így pörögsz? Tehát nézlek téged olyan, pont az ellenkezőm. Tehát elképesztő, hogy egy diftériás csirke nem pörög ennyire, tényleg. Tehát, ő itt kint ül, és egy halálosan nyugodt embernek tűnik. Kösz a hasonlatot, én mihez hasonlítsalak téged? Nagyon durva. Akarod? Egész évben így pörögsz, vagy csak a húsvéthoz ennyire lázban? Hát, ha érdekel valami, igen. Akkor ugye én... nem aludni hívtatok meg. Nem, ez a fajta energia, ez elképesztő. Igen, egyébként a nagyjaink között is nagy tojásevők voltak. Képzeld el, hogy Bismarck, ő például ilyen faragott kanálkával kanalazta ki a tojást. Napóleon is akkor... Jó, hát neki tudjuk már, mi volt a baja. Handel. De a legnagyobb ki volt? A legnagyobb. Kaszanova. Ja, tényleg, ő nyert tojásnél most. Így van, tojást tevet, és tucat szám. A férfi erőnövelésével. És ne felejtsük, nevetkezünk el Rocky Balboáról, aki minden reggel úgy indult, hogy feltört egy tojást. Miről kéne, hogy szóljon a húsvét szerinted? Vagy miről szól a legtöbb embernél, és ahelyett miről kéne, hogy szóljon? Szerintem, most hagyj ne soroljuk fel, hogy miről, a negatív dolgokat, inkább az, hogy miről kellene. Tehát arról kellene szólni, hogy otthon maradjunk, tehát a nők várják a locsolkodókat, a férfiak menjenek el locsolkodni. És örömteli legyen a találkozás. A nők vegyék fel a legszebb ruhájukat, és várják a locsolkodókat. Én ilyenkor mindig rokfortos pogácsát sütök, és azzal kínálom meg. Ott előttük írókázom ezeket a tojásokat, ami egyedi darabok, és a kívánsága szerint, ahogy őseink tették, és vízzel locsolnak meg. De ez régen úgy volt, hogy én kértem, hogy milyen tojást kérek? Igen, lehetett mondani, és az író rögtön tudta. Csak a mostani férfiak ezt nem tudják, és ezért én egy nagy listát adok nekik, és onnan választhatnak, amit szeretnek, hogy jó vezetők akarnak lenni, vagy imádnák, hogyha a feleségük hűséges lenne. Vagy... Miért nézel így rám, Kati? És így rám mutat, tudod. Mi a bajod a Wikivel? Ha a feleségük hűséges lenne, és így rám nézett, és rám mutat, tudsz valamit, Kati? Mit tudsz?
Tudsz valamit? Én már akartam szólni nekem. Beszélj meg, hogy ne most, ne rozd el a húsvétot, mert vannak terveink, mondd el kedden, csörög rám, mondd el kedden. Na, mindjárt folytatjuk, csak közben van egy hallgatónk. Dani, hello, jó reggelt! Sziasztok! Danikám, az első játékos vagy, ugye gyerekeknek versmondó, locsolkodó versmondó versenyt hirdettünk, egészen 9:30-ig, aki a leghelyesebbet, legaranyosabbat mondja, megszavazzák a hallgatók. Tehát Dani, írjuk föl, Dani 01. Igen, jó? Írom? Dani 01. Mert jönnek majd az SMS-ek 9:30-kor, hogy Dani 8, Peti 2, el kell döntenünk, hogy kinehez melyik vers tartozott. Oké, Danikám, készültél erre? Igen. Ez egy saját költemény, vagy egy régi vers, vagy apát tanított valamit, mert ő akarja az ajándékcsomagot. Hát igazából úgy mesélték nekem. Aha. Mesélték neked? Pajzán egy kicsit egyébként? Tessék? Pajzán? Olyan kis, pajzán? Kis... Hát, humoros. Humoros. Aha. Na, Danikám, van már valaki, akit szeretnél meglocsolni? Egy csaj? Igen. Igen? Ki ő? Hogy hívják? Letti. Betty? Letti. 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 Az mint letenye, mint Letti, vagy Letti? Mint csak, mint letenye lehet. Tehát Kovács Letti. Jó. Képzeld el, hogy ott áll előtted Letti. Oké? Okay? Megvan? Igen. Helyes csaj? Igen. Igen. Jó, hogy ellágyult, de cuki vagy. Na, mit mondanál neki? Hogy szól a vers? Sivatagban megy a teve, tele van a tőke veled, meglocsolhatnak-e vele? Nagyon szép, nagyon szép, nagyon jó. Dani 01-el beírjuk. Hát hová tart ez a világ, ugye, Kati? Bizony. Ugye? Danikám, köszi! Ciao, puszilunk, hello! Azt írom hívó szónak, hogy tök, teve tök. 12 éves, én vártam tőle egy ilyen, itt jártam, ott jártam, hát gyere, igen, babám, igen, milyen igen, szép igen, vagy, hajlócsőrök, meg elé a sivatagban járt a teve, tele van a tök, nagyon szép, nagyon szép. Mondjuk el a lányoknak, hogy a tojással jósolni is lehet. Igen? Így van, fessenek egy szép tojást, tegyék a küszöbre, és megtudhatják, hogy milyen lesz a jövendőjük foglalkozása, mi lesz. De honnan tudod azt onnan, meg? Hogy aki legelőször belép azon a tojáson át, és amilyen a foglalkozása, olyan lesz a szerelmük foglalkozása is. Tehát lányok tegyék le, vagy még igen. El nem kelt asszonykák a küszöbre? Lányok. 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 Aha. És aki először átlép. Igen, uh-huh. És amilyen a foglalkozása, olyan lesz a szerelmük foglalkozása is. De szép hagyomány. Igen. És ez be szokott jönni? Hát én még nem próbáltam. Hát én 40 éve van egy szerelmem. Na úgy, de előtte nem tettél küszöbre tojást? Előtte nem tudtam én ezt a dolgot. De ez tehát nagyon én szép dolog. Igen, tehát én öregen tanultam ezt meg. Tehát 40 éves aha. Voltam, amikor is elkezdtem én ezt csinálni. És hát azóta. Mit gondoltok, hogy mi volt a leges, legmeglepőbb ajándék a világban? Tojás ajándék. Tehát egy Rómába, az 1960-as években egy pasi egy hatalmas tojást kapott, és benne volt élete szerelme egy manöken. A tojásban? Bizony, ahogy feltörte, és rögtön el is vette feleségül, de hát csak egy évig tartott a frit. Hát akkor ez egy mikromanöken volt. De megjött a nő egy tojásba? Vagy egy akkora tojás, amiben belefért a nő? Aha, az, amit Erika elenyek a tortából. Erika elenyek az úszó előttben, hát ott a 60-as évek még tortából bukkant elő a nő. Na jól van. Akkor van még karcoljunk. Igen? Jó, karcolj közbe, Kati, karcoljál, dolgozzál. Nem, te is fogsz most. Nincs kihúzás. De szeretem, hogy ilyen kis erőszakos vagy te. Összevagdossa magát. De szeretem, hogy ilyen kis temperamentumos vagy. De közben van még egy hallgatónk. Szabi, aki 11 éves. Hello, Szabi! Sziasztok! Ó, Szabikám, hát valami nagyon szépet várunk tőled. Te akartál nevezni a versenyre, vagy apukád, vagy anyukád? Én. Te, nagyon helyes. Van már leányzó? Hát még nincsen. Még na, nincsen. Persze. Hány éves vagy, Szabikám? 11. Na, nézzük akkor. Szabi 02, írt föl, légy szíves. Jó, Szabi 02. Hallgatunk. Van nálam egy méteres spriccel, mivel ilyen rakoncátlan lezártam egy slipszel. Ezt most hát ezt mondta el. A Feri az hello. Előbb. Ezt mondta a Feri az előbb. Jó, nem baj, szerettük. Elfogadjuk. Beírtuk, Szabi 02. Oké. Okay. Köszi, Szabikám, ciao. Minden gyerek pajzám locsoló versenyre? Hogy van ez, Kati? Biztosatok őket. Tessék? Biztosatok nem mondtunk semmit. De mi azt mondtuk, hogy mondhat bármit? Vagy pajzán mondtunk? Hát azt mondtad, hogy mindent, ami belefér és közönyes és egyebek. Figyeltelek. Na akkor mit mondjak? Akkor szép, hát, hagyományőrző. Hát szeretnénk már egy olyat is. Egy hagyományőrző. Te tudsz verset egyébként nőként. De egyet mondják, egy szépen. Na.
Nem, várjál, ez a zöld erdő. Nyuszi anyu, épp az előbb nyuszi, várj, erre szavak. Titokba, azt mesélte, hogy a házba piros. Nem, nekem kell mondani. Egyébként ez igaz? Miért adtál a kezembe egy ilyen stitzert? Hát ezzel fogunk karcolni. Ja, ezzel fogunk karcolni. Karcolgassatok, persze, nyugodtan. Mert már te a viaszolással letudtad a dolgokat. Egyrészt, másrészt meg én leszek az, aki fölítatja a vért, nézd meg. Figyelek, hogy Katja, nem tudok nem rád figyelni. Igen. Igen. És akkor így szépen. Itt ez nem úgy van, hogy csak karcolgat. És az a lényeg, hogy ne szorítsd. Nem szorítom. Melyiket, a tojást vagy a karcolót? Én már a B betűnél tartok, mert nyilván a saját monogramomat karcolom. Ez lehet. B. És utána ezt valamiben megszínezzük, és akkor a karcolásnál... Ott van a szín rajta. Nem, most a színt szeded le a karcolással. Úgy van, pontosan. Hát még azért ebben van hova fejlődnöm. Na ez így. Ja jó, hát igen, Kati, jó, hát ott van azért egy pirom előny. Add már ide azért a slitzert. Oké, közben egyébként jöhet a hármasugrás játékosunk, mert itt többféle fronton zajlanak most az események. Olyan vagyunk, mint egy osztály, akinél már fönt van az OIO, CIO, ACIO, KACIO, nem? Már csak a V betű kezd fölkerülni, vagy a V betű kerül föl pillanatokon belül, és kitör a vakáció, de előtte még gyorsan hármasugrás játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kérdezi valaki, Kati, hogy és ha az átlép a küszöbben, az munkanélküli? Akkor ennyi! Akkor ennyi akkor, volt, vége van. Igen. Halló, jó reggel! Sziasztok! Levikém, te most locsolóversre vagy hármasugrásra? Hármasugrásra? Hát, hármasugrással. Jó. Legyen egy ilyen gyerek hármasugrás. Nem baj. Majd akkor tőled egyszerűbbeket kérdezünk, jó? Rendben. Feri, most én honnan hívsz minket, Levi? Autópályáról. Autópályáról, jó, csak vagy? Nem a dugóban álltok esetleg ti is az M1-esen? Nem, mi most vagyunk soha M1-esre. Mit csináltok? Nagy szülőlátogatás? Húsvétozás? Nem, a nyaralónkat csináljuk. Jó. Egy kis nyaraló tisztítás. Világos. Érted, Bali? A nyaralókat. Figyelj. Na figyelj, így szól az első kérdés dedikált egér alátét. Nem, az a második dedikált nyakbalkasztóért. Mit teszik a nyúl? Hú, de ne. Így van. Azért oda csapkodtuk ezt a kérdést. Hihetetlen komoly kérdésről állítottunk össze. Meglepett a gyerekjátékos, de tudunk alkalmazkodni. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált egér alátétért. Mit ünneplünk húsvét? Milyen napra esik húsvét hétfő? Hétfőre. Igen, de jó vagy! Azt hittem pedig ez megfog. Jó volt itt az enyém. Mit ünneplünk húsvétkor? Igen. Nagyon nagy vagy. Óriási vagy. Levi, tényleg? Itt vagy? Igen. Hol ülsz? Hátul gondolom, bekötve elől, meg apa, anya, duzzad a büszkeségtől. Hátul. Hátul ülsz? Nem, hátul igen. Duzzad apa. Apa elől duzzad. Ja, tényleg. Mehetünk tovább? Igen. A harmadik kérdés így szól. Figyelj, Levi. Hogy hívják a fiú nyuszit? Van. Úgy is egyébként, de most van ennek egy másik Bakjúl. Persze. Bocsánat. Ne viccelj, nem. Jó, ezt most elfogadjuk. Vagy ezt kinek mondod? Mondhatnék egy verset? Ja, hogy finoman félretettük a hármasugrást, persze. Egyáltalán nem fontos, engedjük el. Jó, Levikém, na, figyelünk, de valami szépet, mert Kati azt mondta, hogy valami hagyományőrzőt, jó? Valami. Na, nem már. Még neked is valami pajzán versed van? Igen. Na, Katit már láncolja a szemöldökét, megértem. Na, Levikém, mondd. Levi. Áropartján csíp a bögöly. Meglocsollak, meg ne dögölj. Nagyon szép. Nagyon vers. Szép. Hát ez egy 12 éves gyerek szájából. Jó. Én azt üzenem neked, hogy gyere el hozzám locsolkodni, és szoktak hozzám verset írni, úgyhogy írjál nekem, de valami olyan szépet. Szépet, Levikém, szépet, jó? Vigyázzatok magatokra, jó utat, ciao. Ja. Hello. Levi 03? Levi 03. Levi 03. A bögöly dögöly. Juli? Szólj nekik, hogy szép vers a beugró 9 után. Jó? Szép, hagyományőrző, húsvét vers, vagy locsoló vers a beugró. Na, Kati, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Szenzációs kis teremtés vagy te egyébként. Elképesztő energia árad belőled. Nem? Imádtalak. Nagyon szeretjük. Nagyon és jó. A locsolás hol van?
műsor után? Nálam most egy kaukázusi kefir van, fura. Tehát nagyon-nagyon áthallásos lenne, Kati, ne haragudj. Szóval, hogy egy ilyen 300 grammos kis kefirrel én most itt azért megölocsollak. Mert hoztam tojást. Igen. Hát minden a két puszival váltanánk ezt ki, és akkor mi kapnánk egy szép tojást. Mégse locsolhatlak meg kefirrel, mert azért... Na nézd meg, milyen tojást hoztam. De gyönyörű. Azt a mindenségét neki. De vigyázz, mert megmondom, neked ez egy három technikás. Úgy van. Jó vagy. Úgy Kati. Van. Nem hiába voltam itt. Kati. Tanultál. Hát azt hitted, hogy... Ez igen. Ugye? Ez igen. Másodjára lettél meg. És még nem láttál mindent. Te nagyon jó. Na, egy puszi, nem? Gyere. Persze, gyere, Kati. Neked is adom. Ja, és milyen jó illatod van, Kati. Már nagyon, locsolok. Nagyon, már locsoltak? Nagyon finom illatod kedves van. Kati, locsolok, kérem, igen. Az egy három technikás. Ez is három technikás? Igen, az is három technikás. Csak látjátok, teljesen más minta. Nagyon szép, de egyébként tényleg gyönyörűek. Felteszünk egy-két fotót a morningshow.hu-ra és a Facebookra. Köszönöm. Kati, puszilunk, 2 perc múlva pontosan 9 óra. Gyerekek még jelentkezhetnek, hagyományőrző, finom, kedves versekkel. Mi pedig jövünk a hírek után. 4:10 lesz, 1 perc múlva, hello mindenkinek. Pillanatra elgondolkodtam, hogy most mit mondjak. Ezek nagy kívások ám egy műsorvezetőnek, hogy 9 óra múlt 14 perce, vagy 4:10 lesz 1 perc múlva, tehát ezek komoly, komoly szakmai kívások, így lassan 20 év után, de megoldottam. Nagyon hoztam. Ügyes vagy, szerintem a hallgatók fel is lélegeztet, hogy ez az bali. Ú, de jó, megcsináltad. 15, igen. 9. Mosonmagyaróvárnál hatalmas dugó Pest felé, méghozzá az M1-esen, nyilván ott igen. Az okát egyelőre nem tudom, Robi küldte nekünk boldog húsvétot. 8-as főúton Herennél fakivágás, Tüskeváron egy Skoda Yetiből figyelnek a szervek, könyves Nándi üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Budakeszi út baleset és akadálymentes, ezt István küldte nekünk, és kevés az infónk, de nem tudjuk, hogy mi a helyzet pontosan az M1-esi balesetnél. Oké, hogy Mosonmagyaróvárnál van, az rendben van, de hogy egy sávon engedik-e már a forgalmat, elindult-e már a forgalom, mi a helyzet, ott egy 10 kilométeres dugó volt, pályázár, hatalmas baleset. Ellentmondásos információkat kapunk, ha valaki ott van, lát, tapasztal, ha valamit, küldje már el nekünk SMS-ben, hogy tudjuk mondani. Zölderdőbe jártam, Kasszatibit láttam, Csücsöricset szájával teleöntöttem vodkával, szabad-e locsolni? Jézus Isten, nagy... Hallgató. Figyelj, meghirdettük ezt a versenyt, és felnőtt hallgatóink egyébként gyermeki énüket kijelve a harmadik SMS-t küldi tényleg mindenki, de ezt mi gyerekeknek hirdettük. Egyelőre Dani 0-1, hogy van? Szabi 0-2, hogy állunk? Nagyon jól állunk, ha valaki nem vitte volna el azt a papírt, akkor esetleg beljebb lennék. Megvan Dani 0-1, ő volt egyik se volt, a teletökös. Igen. Akkor volt a 0-2-es, ő a Slicces, és a 0-3-as Levi, ő pedig a Bögöly-Dögöly. Mi kértünk olyat a hallgatóinktól, hogy romantikusat mondjanak, szépet mondjanak, hagyományőrzőt mondanak. Van egy 5 éves hallgatónk? Tényleg? Itt van? Roland, hello! Hello, jaj, de édesem, de cuki vagy. Roli, honnan hívtál minket? Olyan égen útok, hát össze nem írtam, össze nem értem, és lehúzza a vájon, termikopot már a lábam. Bejártam a fél virágot, jártam sok-sok szép virágot, a legszebbre most látom, hogy öntözzem, alig váltam. Piaszt a jelszehely, piaszt a jelszegy a jágyposi. Oh, édesem, milyen de hosszú nevű baj. Településen laksz. Igen, igen, bajba lennék, ha vissza kéne mondanom, de nagyon-nagyon-nagyon helyes kis versike volt. Jól van, ott van az anyukád, vagy az apukád, Roli, valaki? Nem, egyedül vagyok, és apám mobiljáról csörgök. És ő már nagyon várja, hogy ez finket beszéljük. Mondjad, Roland? Debreceni vagy. Debreceni vagy, aha. Édesem, jól van, fölírtunk róla 04. Így van. Jó? Hosszú vers az a... Igen, hosszú vers, a tartalmát annyira nem tudjuk, minden esetre nagyon cuki volt. Köszi, Roli! Köszönöm. Szia! Köszi. Édesem, csak egy picit idősebb, mint a Benny, hát mennyire cuki. Nem emelt díjas SMS számunkon tudtok szavazni. Igen. Na, gyerekek, a Tóth Gábor nyilatkozott. Ben van Zsuzsánál. A mi Gáborunk? Mi Gáborunk bent volt Zsuzsánál. Mondjuk nem ott áll Zsuzsa mellett. Én Zsuzsát néztem, de akkor jó. Ott volt Gabi, egy hatalmas forrott kaláccsal a kezében. Az a baj, hogy mindenkit fölfuttatunk, érted? Nehogy elvigyétek úgy, mint a Petit.
Mert igen. Ott is az volt, hogy nálunk befutott, lecsapott rá a Peti hajdú. Van a Frisbee-be, a Tibi van a Tibi show-ba. Tibi show-ba, most meg A Gabi van a Gabi show-ba. Most már nézzen, mindenki tőlünk megy. Kicsit megváltozott. Most a pakmanál mellette, igen, ja. De hogy Tóth Gábor, ami mi elmentes övezetünk guruja, a puliszka király, ma reggelben volt az egyik kereskedelmi televízióban, és... nyilatkozott kalácsokról, sonkákról, hogy nem tojásokról és tojásfestékekről, csak úgy, ahogy ugye tegnap nálunk erről beszélt. Nem baj, de mi nem vagyunk témaidigyek, meg vendégirigyek, nem? Így van, és ennek örülök, mert a Gábor jókat mondott tegnap is, tojásról, sonkáról, kalácsról, mondja ezt el ott is a Zsuzsának a két domb közé kiállálja. Igen, elmondta ugyanazt, ami tegnap, hogy milyen kalácsot együnk, és milyen kalácsot ne együnk. Na, egy utolsó vers, jó? Jöhet. Egy utolsó vers, és akkor lezárjuk ezt a dolgot. Pajzán vagy nem pajzán, Júli, mondj valamit. Nem pajzán? Kedves aranyos? Jó. Meghallgatjuk még ezt, és akkor utána megszavaztatjuk a hallgatóinkat. Helyes volt a kis Roli. Kár, hogy nem értettük a verset, de nagyon igen, igen, volt. De hát 5 évesen ez nagyon, nagyon cuki volt. Na mi van, Júli? Júli azt mondja, mégis pajzán, nem mondja. Nem, igen, annyira durva, ez igen. Ez még neki is az. Pedig hát Júli már sok mindent látott. Betelefonált egy hallgató az előbb, átadta a gyereknek a telefont, a gyerek 5 éves volt, és azzal indult a locsoló verse, hogy itt jártam, ott jártam, Orbánt láttam. Hát nyilván tudja, miről van szó. Mi ennyire durva 5 évesen. Halló! Halló! Hello, Bálint! Szia! Bálint, hány éves vagy? 6. A leghülyébb ilyen sztereotíp dolgokat ugye az ember megkérdezni a gyerektől, nem? Hány éves vagy? És várod már a nyűzit. Honnan hívtál minket, Bálin? Tápiószeléről. Innen, de aztán rájött, hogy az nem jó, tápiószele. Ügyes na, vagy. És várod már a nyuszit, hogy jöjjön? Igen. Mit hoz a nyuszi? Mit hallottál így a hírekből, a szülői hírekből, vagy az elkapott foszlányokból, mit hallottál, hogy mit hoz a nyuszi, mi lesz majd az ajándék? Nem tudom. Nem tudod, de van valami, amit szeretnél egyébként, Bálint? Valami, aminek örülnél? Igen. Na, mondd el nekem, mi az? Milyen kis csoki nyuszi. Csoki nyuszi, nagyon jó. Milyen boldogok a nyuszik, már hogy a szülők, vagy a nyuszik, hogy igen. Csak ilyen, ennyit kérsz. 300 forintból megvagy, Bálint. Az én gyerekem bringát akar, tehát meg kell nevelnem, kezdi magát elkapatni, ha? Nem? Nézd, Bálintról kéne, hogy példát vegyed. Igen, egy csoki nyúl, azt meg vagyunk. És meg is vagyunk. Lerajzolni igen. Is könnyebb. Bálint, hogy szól a verset? Figyelünk. Tessék? Hogy a verset mondhatod, itt vagyunk. Jó reggelt, friss jó egészséget, kérek a gazdától engedelmességet, de meg csak a gazdától, egész családtól, mert itt van egy róla, elvadni, tessék hát mondani, szabad ellocsolni. Oh, na ez szép volt. Gyerekek, rálam Bálint behúzza. Igen, a mai reggel első korrekt tisztességes szép verse. Nagyon, nagyon. Yeah. Oviba tanultad, vagy ott van a szülőktől, Bálint? Nem, az Oviba. Oviba tanultad? Aztán nem, magam írtam. De aranyos vagy. Jól van. Ügyi vagy, figyelj, megszavazzák a hallgatóink, de szerintem befutó lehetsz. Minek örülnél tőlünk, Bálint? Nem tudom. Ha többet nem szólalnál meg, Bálint. És mondd meg a kis haverodnak, ha visszajön, ő is már nagyon mit szeretné, Bálint? Ott van anyukád, apukád? Kérdezd meg tőlük, hogy most bármit kérhetnek. Hát itt van anya, de apa meg nincs itthon. Apa hol van? Apa nem tudom, hol van. Anya mondta, csak elfelejtettem. Édesem, de cuki vagy. Hazul. Na, hallom, hogy ott közben valamit már anyukád sugdos, hogy mi legyen. Hm? Bögre, hát azt mondja bögre, anya. Azt mondja, nem, azt mondja anya. Gyerekek, szerintem odaadhatjuk, nem? Tehát ez eldőlni látszik, sőt, ugye? Az egész csomagot is. Az egész jó, csomagot, adjuk jó? Adjuk egy csomagot, és te szerintem is, Bálint, te voltál a legügyesebb. A legügyesebb volt, szép igen. Volt. Igen. Van egy nagyon kis helyes óránk, az neked tetszeni fog szerintem, ez olyan, mint egy konzerves doboz, és megnyitod a konzerves doboznak a tetejét, nem kell teljesen leszedni, és belül óra van. Hm? Mit szólsz? Hát nem ismerem az órát. Igen, hát azt inkább húzd le a kocsom. Jó. Te kis ugye. Most tényleg ezzel szúrod ki a szemem. Oké, Bálint, küldjük, jó? Ciao. Oké. Ügyes voltál, hello.
Édesem, annyira cukik, nem? Nagyon. Annyira és tök jó volt, hogy kezdett lazulni itt a beszélgetésben, mert a verset az hangosan kell mondani. Igen, és végül lelazul. Vagy tegnap előtt Benni félrehívott, és mondta, hogy van egy titka, és mondta, hogy anya nem hallhatja. Jézusom, félre, mondom. Félre, úristen. Már gyerek születik. Mondom, pakolt ki a zsebeidet, mondom, mit hoztál az óvodából, úristen, igen. Vagy mi történt a kedvenc kis lánykáddal odament. És elmondott egy verset, amit ő majd elmond az anyukájának. Hát de figyelj, jó. Konkrétan meghatott. Hát persze. Annyira cuki. És nézett rám, hogy na, ez így rendben lesz. Mondtam, hogy oké, Benni, de akkor ez most tudod, hogy innentől kezdve néma csönd, ez a mi titkunk. Senkinek. És tartja magát? Persze, apa, ez a mi titkunk. Kiment kint ott az anya! Anya! Van egy titkunk apával. Odállt el és eltolta a verset. Mondom, adj egy ötös, Benni, nagyon nagy, óriási vagy. Úgyhogy most másikat tanulunk. Aha. És felkészültem vonulunk, amikor majd csapatainkat hadba kell állítani, úgyhogy most kettes számú verset tanulunk. Nem tudom, hogy tudom rávenni, hogy ne mondja el. Mert ugye annyira izgul, hogy együtt tanulunk valamit, hogy minden egyes tanulási fázist elmond az anyjának is. Hát akkor igen, csak két verset, ha tanítasz, és azt mondod, hogy az egyik az elmondható, a másik akkor azt mondja. Akkor úgyis azt fog elmondani, amit mondod, hogy ne mondja el. Igen. Hello Gábor, te már itt bent, közben reggel nálunk? Hát csak fél tízkor szoktál érkezni. Hello. Persze, kicsit szeretnék felkészülni, és ha nem haragszotok, én ezt az ötletet ellopnám tőletek, ezt a húsvéti versikét. Mert hogy én nálam már tegnap is a gyerekek annyira lelkesek voltak, hogy énekelgettek. Persze akkor születésnapra vonatkozóan. Kinek de azt gondoltam, hogy neked? Nem, nekem, hát minden nap van valakinek születésnapja. Ja, és azt gondoltam, hogy akkor legyen az a nap arra dedikálva, hogy születésnapi dalokat, illetve énekelhettek Happy Birthday dalokat. Volt, aki angolul, volt, aki magyarul, volt, aki választotta az én vokál sávomat, tehát hogy igényelte, hogy én is énekeljek, volt, aki csak magában szeretett volna énekelni. De nekem nem tetszett az ötlet, és aztán egy kicsit átszőttem az egész napot énekléssel, és arra gondoltam, hogy ma pedig húsvéti locsoló verseket fogok majd a hallgatóktól kérni, persze a ti engedelmetekkel, mert hát ugye ez gondolom mindentől kezdve egy jogdíjas dolog. Nyugodtan, mi csak egy gyerekeket akartunk, de hát figyelj, ez akkora közhelyre. Nekem van már kedvem. Egyébként bocsánat, hogy megszakítalak, mondtad, hogy gyerekeket akartatok, hogy én teljesen meglepődtem, hogy a Benni már beszél. Hát ugye az én nem azért. Egy évesen azt mondta, hogy apuci az volt az világos, első. Hát ugye mi annyira ritkán beszélünk, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy valahogy a legutóbb. Te született apa, te. Három gyereket neked azonnal. Mire gondoltál, hogy 10 évesen fordulnak át a másik oldalukra, 16 évesen beszélnek, és 20 évesen kezdenek járni tanulni? Valahogy ez nekem annyira új info volt, hogy már beszél a kölköt. Tehát bennem még annyira azért, beszél a kölköt. A kis Maugli, aki farkasok nevelte. Most született nemrég. Tehát bennem annyira gyorsan elszaladt ez az 5 év. Egyébként mi is így néha állunk, amíg kivel tudod, rácsodálkozunk, így nézzük hozzá a kis játékát, megy, szervezkedik, mit akar fölvinni aludni, hogy akarja, ne úgy csináld, így csináld, ezt kéri, azt kéri, és tudod, így állunk, pattogunk, mint a nyulat, hello, tudod, hello, és hello, hova? Egy pár évvel ezelőtt még ott feküdtél, és örültünk, ha, mint amit nyögtél kettőt, most pedig megy, és olyan szinten osztogatja a parancsokat, és övé az egész világ, hogy tényleg. Tényleg nem követem ezt a dolgot. Soma 4 lesz a hétvégén, és a Panna pedig 6 lesz. Azt a mindenit. Te tényleg korán kezdtétek? Már hogy ezt a gyerekkérdést? Hát vagy korán, én vagyok nagyon lecsúszva? Nagyon korán, hogy én például szerint 39 éves voltam, tehát nagyon korán. Szerintem engedd el, Gabi. Már hogy ne legyen gyerekem? Ne, hát nem azért, most már ne. Aha. Tehát egyrészt, ha azt gondolod, hogy egy gyerek 6 évesen kezd el beszélni, akkor nagyon fogad, meg fogsz lepődni, egy évesen megszólal. De nem akarom én már sokáig vinni ezt az aglegény szerepet, meg tudod, ez a macsó. Keresed az igazit megint? Így lehet mondani, igen. Három napja még pont arról győzködtél, hogy menjünk swingerezni a Vikivel. Most megjössz nekem itt azzal, hogy most húsvét, alá átítatott a szeretet. Jó, hát a Vikivel szívesen elmennék. Hát mondjuk te nem leszel annyira fontos oda, de hát most ez ne menjék, mint a swingerklub, az nálam már egy lezárult téma. Igen, az összes erről kitiltották. Mi? Nem, én leginkább már csak az emlékeimben, én tényleg nagyon régen voltam. Figyelj, de mesélj már egy kicsit, hogy van ez, hogy lemegyek magam köré, tekerek egy töröl között, még megeszem két ilyen sajtos pogácsát, és aztán felfektetik a feleségemet valahova, meg közben iszom egy málaszörpöt, és megnézem? Vagy ez hogy kell elképzelni? Kint van a 18-as karika? Most finoman, nyilván nem kell rejtetni, de abszolút igen. A gyerekek, akik most itt vannak, kapcsoljanak el, a műsor egyébként korhatáros 12 éves, de nem mondunk semmit, csak hogy ez hogy van? Hát alapvetően ez elsősorban szerintem kíváncsiságon alapul, illetve óriási bizalmon alapul. Most lehet, hogy olyan oldalról fogom megközelíteni, hogy az összes ismerősöm, aki vagy volt velem, vagy velünk, az azt fogja mondani, hogy úristen, ezt a hülyeséget, vagy lehet, hogy ti is ezt fogjátok mondani, de nekem leginkább nem a testiség része izgatott a legjobban, hanem a sokkal. Hanem látod, még a felénél sem vagyok. Hanem a vegasarok, a tofu szendvicsel nyilván. Dehogy a vegasarok. És a friss törölköző, hagyjál már. Bennem gyerekkorom óta, és ez nem, azt hiszem, nem gondolom, hogy ezzel egyedül lennék, de nagyon sok emberben benne van a komuna érzés.
érzete. Hogy az milyen jó, amikor egy csomó ember együtt van, az egyik ehhez ért, a másik ahhoz ért. Szóki fiú, miért nem bélyek szakkörrel jártál akkor? Tudom, azért miért két, két ilyen 100 kilós kanember ott matat a feleségeden, hát azért nagyon na nagy, oda este odamész és közben pacsizol, hogy ez a srácok, kapjátok, de hát ez, azért ehhez, ehhez az. Várjátok, de ez mind a kettőtök döntése, tehát a Vikié is, és a tiéd is. Hagyjuk ebből a családomat. Jó, akkor mondom. tehát mondjuk Juditot meg Karcsit. Jó, akkor én csak simán férfi és Juditot, az én családom, mi a bajod? Bocsánat, akkor mondjuk Ilonát, vagy nem, mondjuk Olgát meg Kálmán. Jó, de az Kálmán. Az se jó, akkor jó. Mondjuk valami teljesen akkor más, elkezdem máshogyan. Szóval, hogy ez nyilván minden esetben a férfi és a nő döntése, igen, hogy oda elmennek, és van egy óriási szabály a swinger klubban, hogy egy szó, amit bármikor kimondhat, az, hogy nem. Tehát ha te szeretnéd, hogy a te feleségeddel bármi történjen, vagy ő szeretné, uh-huh, akkor ez megtörténhet. Ha már tegyük fel három, hogy mondtad az előbb. Vagy kettő. Két három, nagyobb darab férfi dolgozik a te feleségeden, igen, és a feleséged a következő férfinek azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem, akkor ezt, uh-huh, el kell fogadni. És ha én mondom, hogy nem, és ő kéri, már úgy értem, hogy te én mondom, állj, kincseslád, ez a jelszó, hogy csak. És várj, a feleséged nagyon nem mondja, akkor mi van? Tehát én ott állok. Várj, te szeretnéd, hogy a te feleséged. Nem, én az egészet, várj, nekem az egész tök idegen, és én nem is akarom, meg nem is tervezünk, meg nem is, jó, fogunk, nyilván, tehát nem csak egyszerűen. Én azt gondolom, én ezt onnan közelítem meg, hogy az emberek fantázia világában élnek ilyenek. Az enyémben éltek. Meg, aha, akartam ezt élni, mint ahogy azt gondolom, hogy te is azon az úton vagy, hogy amit meg kell élned, vagy amire kíváncsi vagy, azt meg akarod élni. Van, aki abszolút. Most átálltam a sovány tejre, tehát hogy... Na tessék! Nagy bátorság! Tehát kalandosan élek, most 1-8-asat, de 1-6-asat iszom. Különböző élményeket élnek meg az emberek, de kérdezzetek még. És akkor kimondod, hogy nem, és akkor az a jelszó. Akkor elfogadják. Tehát abszolút. Tehát ide intelligens, tiszta, ápolt emberek járnak. De például mi elmegyünk a Jucival, és én mondom, hogy a Juci... Szóval benneteket is érnek. Várj, a Juci meg ő nem, az nem ér, ugye? Hogy ne ér? De én nem állíthatom le, hogy nem. Nekem igen. Dehogy nem. De hogy én ne a feleségem és egy másik férfi szexét nem állíthatod. Na, de ha már ti együtt mentek oda. Várjál, de hát ha ők bekezdtek, akkor valószínűleg a te feleséged, ő már szerette volna, hogy valaki mással is legyen. Hát akkor azt szerintem otthon kéne megbeszélni. Hogy néz ki maga a hely, hogy ülünk egy ilyen nagy asztalnál, ott sonkás szendvicsek, limonádék, és akkor ketten ott elvonulnak a függöny mögé, elhúzzák, és akkor azt ott voltál már ilyen. Ha ennyire jól leírod, de pontosan így néz ki. A sonkás szendvicsek is ott voltak az asztalon. Vagy ültök egy ilyen fél homályban, mindenki messzele megvitettetek a napi közéletet, majd azt mondja a feleséged, hogy jó, ott van az az ödön, üljünk át az ő asztalához, átülünk ödönhöz, és utána ödön is a negyed elvonul. Gondolom, wellness hétvégén mindannyian voltatok. Wellness hétvégén ugye mindenki fürdőruhában van, beültök közösen a szaunában. Pontosan ugyanígy képzeljétek el, az emberek fehér neműben vannak, tehát nem teljesen mesztelenül. Ültök egy szaunában, ültök egy ebéd, vagy majdnem azt mondtam, hogy tárgyalóban, ültök egy közösségi térben, ahol beszélgettek, szendvicseket esztek, üdítőztök, bármi. És egyszer csak kacsintasz, és aztán kacsintasz, vagy hát valamiről elkezdtek beszélgetni. Nyilván minden emberben van kíváncsiság a másik iránt, és ha ez kölcsönös, akkor megtörténhet valami, és akkor el tudtok vonulni. Természetesen vannak olyan helyszínek, ahol el tudsz vonulni, és nem látja mindenki. De alapvetően de van olyan is, hogy mindenki látja. Persze, nyitott a dolog, tehát hogy nem kell becsuknod az ajtót, tehát hogy oda, úgymond az emeleti részre, ha felmész, ott aztán mindent és lehet. És olyan nincs, hogy bemegyek, de csak leselkedek? De egyrészt nem viszem el a feleségem. Van sétáló jegy? Egyébként van, hát hiszitek, hogy nem, tényleg van. Sétál, hogy elnézést, senki nem nyúlhat se hozzá, mi nem akarunk közé, lejöttünk, egy kicsit ott körbenézünk, eszünk két szennyát, iszunk egy pinakoládát. Egyébként hát, nem tudom őket minősíteni, de vannak ilyenek. Férfiak egyedül jönnek, és nézelődnek. Elég, az viszont én érdekes. Nem tudom, én azért mondom, hogy túl konzervatív vagyok. Az azért érdekes. Uh-huh. Az azért érdekes, amikor de gondolom van ilyen nőben is, aki csak, bár olyat még nem nagyon láttam, hogy most egyedül. Egy pillanatra elképzeltem magunkat hárman, tehát a Jani megjönne alsogatjába, a zokniba, a szandálba. De rohadt van! Én megérkeznék egy ilyen kis úszósorba, egy törölközővel a vállam, hogy nem látták, hol van a százos medencé. Szeretnék egyet gőzölni. Te pedig megérkeznél. El sokkát tartanék maga velé, legyen mit tenni is, ha baj van. Figyeljük. Mi hárman azért olyan szépen állnánk, Jani a kis szandájába, én ott a kis sortomba, te ott nem tudom, mibe érted, és akkor állnánk, ennénk valamit, aztán hazamennénk, nem? Hát ha már ott vagy, azért csak megnézel valamit. Nem? Érdekes világ ez. Le a kalapra, hogy ezt csinálod, ez valahogy engem ez nem. Múlt idő, ez kizárólag múlt kíváncsiság, idő. Persze. Ez, és az, hogy te egyedül mentél, ugye általában. Nem. Nem mentél, soha egyedül. Mindig vittem mindig kísérőt. Igen. De lehet egyedüli férfiként? Lehet egyedül, csak én azt gondolom, hogy azzal az esélyeidet csökkented. Tehát igazándiból úgy etikus, hogyha viszel egy nőneműt magaddal, mert hogy... Mert ez, mindig és bán... akkor van csere van?
Nem, tehát, egyáltalán nem kötelező. Aha. Nagyon sokan járnak oda úgy párok, hogy csak azért járnak oda, hogy őket nézze valaki, uh-huh. vagy hogy ők ezt szeretik megosztani. Tehát alapvetően hogy szerintem... szexelnek, és azt nézzék. Aha, persze, ezt én hallottam. Ez picit indul a nudizmusból, abból, hogy te természetesen elfogadod önmagad. Én mondom, nem akarok egy ilyen... bármikor voltam nudista, és annan ott lőttek rám légpisztolyjal, mert csónakkal mentünk át. Tehát, nincsenek jó élményeim a nudistrandról. Szóval mondom, nem akarom ilyen nagyon spirituális oldalról megközelíteni, de hogy... Nekem... Nehezen is lehet. Tudom, ja, azért mondom, hogy nem akarom. Tehát, hogy nem kezdem ezt a vonalat erősíteni. De... Csoportos kedvezmény van a jegynél? Vagy családi jegy? Vagy ez hogy mész be, hogy szórolja egy család? Igen? Alapvetően uh-huh. általában... amiket én ismertem, mondom, ez múlt idő, ott általában csak a férfinak kell fizetni. Tehát a nők gyakorlatilag ingyen jöhetnek be. Na, megint majd a te cárszilárd, aztán majd elszilárdolja ezt is majd aztán. Igen? Na jó. És akkor nyilván ezzel csábítják a nőket, hogy, de egyébként nagyon érdekes, mert sok ismerősömmel találkoztam, aki nem a feleségével volt, és hát persze egyébként nagyon kínosan nézett rám, hogy ez nem olyan, csak körülnéztünk. Annál nincs is, amikor a szingerbe összefutsz a főnököd, de Józsika! Az hagyján, de az még nem olyan nagy gond, hogy a főnököd, de mondjuk nem a főnököd, illetve a főnököd nem a feleségével jön. Tehát, nekem ez picit etikai kérdés, de én nem akarok senkit moralizálni. Normális, tehát hogy egy rendes, klasszikus párkapcsolatba belefér, hogy így elmész. Klasszikusan együtt éltek 10 éve, van 2 gyereketek, normál szexuális igényetek uh-huh. van egymás iránt, és egyszer csak azt mondjuk, hogy... Szerintem minden belefér, ami a másiknak nem okoz fájdalmat. Aha, tehát mindig addig megy a beleférés, amíg a másik abba beleegyezik, sőt, mi több szerintem a legfontosabb, hogy nyilván tud róla. Tehát, hogy a lényege az ilyen típusú dolgoknak szerintem az, hogy te döntéshelyzetbe hozod a párodat, ő ezt elfogadja, igen mond rá, vagy nemet, és ez a dolog őt nem bántja, hogy elfogadja, vagy igen mond, akkor mehetsz. Ha át a mögött csinálod titokba, akkor nem, nyilván vele, nem fér vele. Persze. Hogy azt a kapcsolatot, amiben belemegyünk mindketten, és azt mondjuk, hogy menjünk el, nem rontja el. Jó, a következő, én egy nagyon rövid történetet mesélek. Én amikor legelőször kipróbáltam életemben, az több mint 10 évvel ezelőtt volt, akkor egy kapcsolatban éltem, szerelmi kapcsolatban, és mind a ketten megbeszéltük. Tehát egymásra néztünk, átbeszéltük ezt a témát, még mielőtt megtörtént volna. Ez hogy ránéztétek egy pesti műsorra, és azt mondtátok, hogy mozi vagy swinger. Azt gondolom, hogy Toldi mozi, művész is játszák, Toldi, hát még van művészetek. Nem úgy kezdődött, hogy swinger klubban mentünk, hanem elkezdtük úgy, hogy mondjuk bevonunk valakit. Bevontunk egy harmadikat, bevontunk egy negyediket. Először is tehát beszélgettünk erről, majd amikor ez megtörtént, akkor az tényleg egy nem tudom, hogy hívják a boxba, egy ilyen gyomros ütés volt. Szóval azért abban egy picit mind a ketten megrogytunk, de én ahogy ezt szoktam mesélni ezt a történetet, hogy utána sokkal közelebb kerültünk egymástól, és vagy egymáshoz... Összetartott benneteket a rettegés. Igen, nem a rettegés, és sokkal mélyebb lett a kapcsolat. Pontosan azért. Neked is szörnyű volt nekem. Nem, egyébként pontosan azért, amit te mondtál, hogy együtt éltünk meg valamit, értem, és nem titokzatosan egymás háta mögött. Aha. Hát ebben ez a lényeg nyilván, hogy közösen, tehát hogy persze. Na jó. Egyébként ebben azt hiszem, nincs több. Tehát, hogy én magam egy olyan tényleg 5-8 éve már ebből kiöregettem, vagy ki... Én nem csináltam. Megkeseredtél, mi? Nem, meg nem keseredtem, csak már nem ott találtam meg azt, amit keresem. Kíváncsi se. De most tehát ilyenkor az inger küszöb, és akkor most hova? Vagy vissza a természetbe? Mondom, túlzottan romantikus leszek a számotokra, de mintha keresném az igazit, azt érzem. Tehát, hogy egyre... És ezt még van, aki benyalja. Mondom, hogy ki fogtok röhögni. Van, aki benyalja. Vagy hívjátok kapuzárási pániknek, nekem teljesen mindegy, hogy minek hívjátok. De azért tök jó, hogy így tudod. 13 éve keresed az igazit, és nagyon sűrűn találsz is alanyt. Nem tudom, de pont ezért szép ez a dolog. Hát mindenkinek a saját szubjektív boldogság érzetét kell megtalálni. Nincs recept, nincs kollektív recept, hogy mi a jó, neked ez, igen, neki igen. az. Néha jön vissza ez a gyerek, hogy azok olyan helyesek, persze nem olyan nagyon fiatal. Azért kérdeztem, hogy hány évesek a kölkeitek, mert olyan 5-6-7 éves forma gyerekekkel már tudok mit kezdeni. Mennyi szeretet van ebben, hány évesek a kölkeitek? Felkészült az apaságra. Nem mondom, hogy gyermekeitek. Tehát ebben azért még nagyobb álszentség van szerintem, de nem baj. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, Gábor. 555-55-00, további élmények a kívánság műsorban Garami Gábortól. Mi pedig jövünk mindjárt egy rövid szünet után, a nap legjobb pillanataiban. 3-10 lesz, pontosan 4 perc múlva kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek. Na, srácok, megoldódott a csapatépítő program. Hát egyébként. Írja valaki. Ugye felvetettük, igen, hogy milyen jó lenne rádióstól elvonulni valahova. Nem csak mint Morning Show, hanem mint komplett Klassz FM, így 4-5 év után. Egy ilyen kétnapos kis hétvégére. Valaki pedig rá is fűzött, igen. Az asszony azt mondta, minden belefér, meg is pakolták, vagy hárman ír. Így egy másik hallgatunk. Na, viszont vannak friss a közlekedési híreink. Baleset történt az M1-esen Budapest felé a 48-as és a 49-es kilométer között a belső sávban. Vannak már a sérült autók, rendőrök még sehol, Krisz üzente nekünk. És a balesetnél az M1-esen mindkét sávon engedik a forgalmat, de a bámészkodók miatt még mindig több kilométeres sor van.
ez pedig ugye a 110-es kilométer van, az a nagyon nagy baleset. Úgyhogy ott is szépen lassan megoldódik. Többen írják, hogy állnak a sorban, tudunk-e valamit. A sor eleje úgy néz ki, hogy megy, úgyhogy néhány perc múlva szerintem elindul mindenki. Mi pedig mutatjuk a nap legjobb, legérdekesebb pillanatait. Ugye vendégünk volt, ami drága Katink, ugye? Hát ő egy csoda egyébként, egy tünemény volt. Egy tojásfestő, tojáspatkoló művész. Népi ipar művész, és én azt gondoltam, hogy arra Laci átküldt az adásban, mert nem mondom, jön a Kati, aki nyilván egy ilyen kedves kis öreg néni, aki hát majd pirunkodva mesél itt a tojását. Na, olyat kaptunk, hogy öröm volt hallgatni. Igen, nagyon helyes, nagyon-nagyon cuki, Zsigóré Kati. Iparművész, és népi hagyományokat próbáltunk egy kicsit feleleveníteni vele. Temperamentumos nő volt, nagyon sokat nevettünk, helyes volt. Valamint fölhívtuk Szújó Zolit, hogy meséljen nekünk egy kicsit arról, mi a helyzet a Forma 1 kapcsán, vagy mi a helyzet a Forma 1-gel. Ugye ma még szabad edzés, holnap pedig már időmérős. Vasárnap pedig futam, úgyhogy Szújó Macit is faggattuk egy kicsit. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. 8 perc van pontosan, 10 óra, búcsúzunk lassan. És kedden jövünk újra. Ugye húsvét hétfő, munkaszüneti nap, úgyhogy háromnapos ünnep. De jó. Nemes húsvét ünnepeket. Meg így boldog nékes ünnepeket. Áldott húsvétot. jó, legyen ő. Na, Jani még kedden nincsen, Szabin van. Tart a teljesítményt, ura. 1 millió lépés Magyarország. Igen, és hétfő éjszaka lesz vége valahol, de még egy napot ráhúznak, hogy meglegyen biztos. Igen, ami drága Jánosunk pihen, megérdemelten teszi egyébként, ki jár neki, ő volt talán közülünk a legkevesebbet, Szabim. Úgyhogy ő kedden még nincs, szerdán majd csatlakozik hozzánk. Én megforgatok vasárnap hétfőket szerdán. Most? Viccelsz? Vasárnap hétfőn? Vasárnap is, hétfőn is, kedden is, szerdán. Húsvétkor bementek forgatni? Nem, ezek a fiúk nem viccelnek. Berendelnek, ott menni jó, kell. Valami jó, akkor az. Valami egyszer beindul. Tessék, megy a műsor. Úgyhogy mi mama és holnap húsvétozunk, vasárnap én már. Mama? Mi mamával húsvétozunk. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Olyan cuki volt, Kati, nem? Nagyon. Fú, nagyon kedveltem őt. Ez nem lesz jó, Laci. Nem, próbáljuk még egyszer. Baleset az M1-esen, közben mondom, a 47-es kilométerél Pest felé, és a bámészkodók miatt még mindig több kilométeres sor van, ez a 110-es kilométernél van, úgyhogy már nincs pályazár az M1-esen, többen kérdeztétek, lehet arra menni. Ezt jó, foglalt. Hát akkor lehet, hogy... És akkor az jó, hogyha ott a 110 kilométernél álltál most egy órát, túljutott, és most a másikba is belefutsz. Így van. Na, mi a receptünk hétvégére? Mit csinálunk, mit főzünk, mit sütünk? Hát, hogy te mit, azt én nem tudom. Te megyek a pékezet, megveszem a kalácsot. Megveszed a kalácsot, bár tegnap az elmentes övezetben elhangzott, hogy ne feltétlenül menjünk rá erre a vonalra, úgyhogy ezért van a... Leírtam az összes sonkával kapcsolatos tudnivalót, hogy kell megfőzni. Hallad. De gyerekek, ez jó, erre van időnk, ezt elmesélem. Tegnap délután van egy nem fogadott simpinkódom, egy bejövő hívásra, mondom a Balázs, hát Jézus, mondom, mit hoztam el, már megint mi a retek van, mondom, jó, csinálok egy kávét, fölhívom, szóval figyelj, mert apa, az, csak az van, hogy figyelj, megoldottam, hogy a sonkafőzés, hogy van, de megcsináltam mindent, elmondtad, és tényleg úgy volt, a záró mondatot szerettem, innentől már csak egy ugrás a Michelin-csillag. Egy ugrás a Michelin, kis babérlevél, kicsi bors, félbevágott vöröshagyma a héjában, némi fokhagyma, saját levébe hagytam kihűlni. A legnagyobb vagy. A legnagyobb. Igaz, hogy a saját levébe hagytam kihűlni, úgy értem ezt, ami 12 óra áll a rezsor, most jelen pillanatban a Viki szedte, kihívott. Nem kéne ezzel a sonkával mit csinálni, mert tegnap este későn ért véget a főzés, de egész éjszaka kihűlt, az nem baj. Azt nem mondta senki, hogy kihűl, rögtön ki kell venni. Az állhatott. Állhatott, persze, állhatott. És mondtam a Vikinek, ne tegye el, nehogy kiöntse a levét, nehogy kiöntse, mert abba kell egyrészt megfőzni a tojásokat, kettő, most nekiállok egy ilyen kis jókai fél. Aztán neki, gyerekek, nézzétek! Lehetetlen lesz valószínű, de megpróbálom megcsinálni, úgyhogy hát ez lesz. Szóval megvannak a sonkafőzési itinerek, meg ugye tegnap mondtam, hogy lehet otthon húsvéti kalácsot csinálni, egyrészt jó móka szerintem gyerekekkel dagasztani, gyúrni, tök egyszerű, nem rövid, mert a kelésre azt várni kell, lehet szépen befonni, én tettem bele tojást is, egész tojást, úgy sütöm meg, úgyhogy ezt is megtaláljátok. Ennyi. Tehát házilag sütött kalács, sonka, ez sonka, a klasszik? Persze, tojás, torma, ezek, amik kell. Ez jó. Ez a sonka levében megfőzött tojás, ez jó, nem? Az nagyon jó, mert plusz ízt kölcsöznek, és egy kicsit sötétebb lesz a tojás belül.
Jó, tehát ne ijedj meg, az nem romlott, mert már látom magam, hogy megfőzöd a tojást. Mit csináltam, úristen? Úristen, megvérgeztem a családot. Vége van mindennek. Jól van, drága hallgatóink, mindenkinek nagyon kellemes ünnepet kívánunk, pihenjetek viszont sokat, ölelgessétek meg a szeretteiteket, jó? Hétfőn értelemszerűen nem vagyunk, kedden még kedden. És szerdán. És szerdán a nagyon kipihent, nagyon sokat túrázott Jánosunkkal. Csak jövünk. Mesél a várakról, a krémesekről, csak mesél. Ő játszik, ő mesél, ő vezeti föl a témát, szerdán mindent ő csinál. Na, jövünk kedden, szép ünnepet mindenkinek, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.